Hát szépséges hölgyek, urak, akkor kezdjük egy kicsit dolgozni, mert az jót tesz a lelkünknek. Itt a Szentléleknek az egyik szekvensét tettem fel a képre. Szent van, igen. És ebből látszik valami nagyon fontos dolog. Ha jól odafigyelsz, a közepén megjelent egy valami, ami pontosan ugyanolyan, mint amit a nyakunkba hordunk. Mint a szeretet meg az Isten szimbólumát. És ez ugyanúgy az Isten szimbóluma, mint a kereszt. Sőt, ez még közelebb áll hozzá. Tehát az Istent, ha mindig a keresztre feszítéssel próbálod azonosítani, hát az azért elég pervező már. Az én fejemben legalábbis. Hiszen Jézus rengeteget tanította az embereknek, a tanítását meg nem nagyon teszik közzé. Ez nekem nem tetszik. Mert miért nem? Ez régóta így van, mert az első 77 könyvet a Biblia elejéről mindjárt lenyúlták. Azzal kezdték, hogy lenyúlták az egészet. Ez a tudás könyve. A tudás könyve megvan szerencsére, mert megmaradt, már azt hitték, hogy már végleg elveszett az utolsó is. Indiában megmaradt egy régebbi változata a tudás könyvének, a Véda könyve. Védágy, az oroszul tudni. Znágy. Mi? Védágy, znágy. Az? Tudni. Tudni. Ugye? Az a tót azt tudja, látod? Ja, gavar jönni, most kell. Nem, da, ja tože. Bocsai, magam zádjál. Da, ja bűl nyelvszor koráz. Gavar jönni most. Na, tehát az a lényeg, hogy de most nem tótul beszéltünk, hanem oroszul. Igen. Tehát az a lényeg, hogy ez a valami egy nagyon fontos dolgot mutat meg nekünk, azt, hogy keletkezik a téridő. A téridőnek semmi köze ahhoz a téridőhöz, amit a fizikában magyaráznak, semmi köze. Égvilágon semmi köze. Egyedül talán a Minkowski tanár úrnak az ötlete használható belőle, amikor is a Minkowski tanár úr, az az Einsteinnek volt a matematika professzor az egyetemen, megpróbálta belehelyezni az időt a tér szerkezetébe úgy, hogy a XYZ, ez a koordináta rendszer közepébe az origóba vetett egy forrást, ami az időnek a forrása, mert tessék észrevenni, hogy forrást rakott oda, amiből folyamatosan kiárad az idő a közepéből, és hát akkor igazából nem XYZ, hanem X-szer C-szer T, aztán Y-szor C-szer T, Z-szer C-szer T, így lehetne leírni. Tehát mindig a fénysebességgel terjedő időt kell oda beletenni. És akkor már közelebb állunk a valósághoz, pláne ha elhagyjuk belőle a teret. Nagyon érdekes dolog, hogy pontosan azt kell elhagyni belőle, amiből az egész elindult. Mert a tér nem olyan. A tér ilyen szerkezetű, mint amilyet itt látsz, és ez persze nem ilyen statikus, mint ahogy most látod, de majd megmutatom nektek mozgásban is. Mert megvan a függvénye. És ez csak egy térszegmensnek a függvénye, és nem ilyen igazából pontosan, mert azért nem, mert ez folyamatosan megszakad, újra keletkezik, ilyen őrült, bonyolult dimenzió másolódási rendszerben működik. Megvan ez nekünk, és a legtöbbet erről a vallások között. A tudomány erről még nem tud, még nem tud. A vallások meg már nem tudnak róla igazán. Tudják még, hogy az micsoda, vagy valami elképzelés van, de már alkalmazásból nem tudják. Tehát nem tudja már használni. Eltelt pár ezer év, és a holdütközés óta, és a tudás úgy lassan a bányász béka alá bekerült, és ettől kezdve már onnan nagyon nehéz kimászni. A bányász béka alatt sötét van. És nagyon nehéz kimászni, és azért persze az emberiség gőzerővel harcol, és ki is fog mászni belőle, az emberiség ebből a helyzetből. Úgyhogy, hölgyek, urak, nézegessük meg, hogy milyen lehet a téridő. Hogy keletkezik. És ez a nagyon izgalmas az egészben, hogy ez a téridő, ez folyamatosan keletkezik, és ez a szív alakú valami, ami itt középen van, ez egy zárvány,
Mert ő visszakanyarodott saját magához, és belerohant saját magába, vagy hozzáért a saját időfelszínéhez, mert ez csak szintiszta időből áll. Nincs semmilyen megfogható dolog. Hát nagy gáz, ugye, mert egy materialista világnézetben valami transzcendens dologról beszélni, elég zűrös. Ezért gondold végig, ha kimondod azt, hogy mágneses tér, elektromos tér, kimondod, ha fizikus vagy, gondold végig, hogy nincsenek mágneses erővonalak, ne hülyítse engem ilyenekkel, mert nincsenek. Felszínek sincsenek. Vagy folyamatos közeg van. Egy mágneses közeg. Nincsenek ilyen erővonalak. A vaspor hajlamos arra, hogy összeálljon ilyen erővonal kinézésű dolgok mentén. Ha rászorod egy papírt, ráteszel egy mágneses papírt, rászorsz vasport, akkor így mutatja a mágnesnek a terét. De egyáltalán nincsenek ilyenek. Tehát ha fogom az analóg mágneses mérőmet, és mászkálok egy mágnes fölött, semmiféle szálakat, felületeket nem tapasztalok. Szépen folyamatosan változik a térerő, de semmiféle olyat nem látok, amit a rajzokon mutatnak. Tehát ez beviszi az embereket az erdőbe, félrevezeti, úgy is mondhatjuk, és utána lehet mondani erővonalakat, meg lehet mondani mindent, és tanítani lehet is, ki lehet kérdezni, csak nem igaz. Mást kellene csinálni. Tehát kimondott, hogy elektromos tér, ugyanez van. Elektromos erőtér mérővel nyúkálok benne, ott sincsenek semmiféle erővonal. Tehát valami jobbat kell kitalálni. Jobbat, működőt, és ez a mi dolga. Ha nem csinálja meg az, akinek a dolga, akkor annak a dolga, aki utána következik a sorba, a serpa. Ugye? A serpa, a Himalája kutató, mászó, nagy hős, az fölmászik a Himalájára, a serpa megcipeli hátizsákját. Szóval körülbelül ez a normális dolog. Így működik a világban is. Tehát az kitűzi a zászlót, én csak egy hülye serpa vagyok. Szóval jó van, már 26-szor voltam fönt a Himaláján, de mindegy. Te győztél, mert te fizetsz, és akkor te vagy a Stefi, és te fizetsz. Úgyhogy, hogy ilyen. És én hátizsákkal megyek föl, te meg oxigénmaszkkal. Szóval ez a lényeg az egésznek. Hogy a tudományt is el szokták uralni, meg mindent el szoktak uralni azok, akik szeretik a pénzt, addig helyeskedik, ügyeskedik, még bekerül egy pozícióba, azt onnan tervő, ki ágyúval nem robbantott ki. Így működik. Hát minden így működik. Na most, a téridő tehát egy ilyen csillaházszerű valami, ne sík valamire gondoljam, mert itt ez egy metszete. Nem ilyen a téridő, hanem egy csillaházszerű, bonyolult, nagyon bonyolult dolog, de úgy lépésenként meg lehet érteni. Most az a kérdés, hogy ez a tér el van-e görbülve, hogy egészen magyarosan mondjam. Felmászódott a nyúl a fel. Tehát, ilyen ekte ungarise kifejezés van. Tehát, hogy elgörbült-e ez a tér? Mit látsz rajta? Egészen gömbölt, de mégsem görbült-e? Miért? Tehát nem volt soha egyenes tudnélni. Ami sosem volt egyenes, azt nem tud elgörbülni, hanem görbére keletkezett. Tehát a tér folyamatosan a keletkezés állapotában van. Nincs kész, mindig keletkezik, állandóan keletkezik. Ha egy pillanatra abba hagyná a keletkezését, akkor egy üres réteg kezdene terjedni az univerzumba, és ott vége lenne a világnak. Tehát az mögött, a réteg mögött már nem lenne semmi. Se fény, se anyag, semmi. De üres réteg utána jönne a tér, csak már nem lenne benne semmi. Tehát az Isten a teremtést egy femtoszekundumra abba hagyná, már nem lenne teremtés után. Tehát belülről terjednénk. Nem fájna, miért nem? Nem lenne időt felfogni, érted? Fénysebességgel jön feléd egy semmi, aztán átmegy rajta. Tehát most fénysebességgel az olyan gyorsan történik, hogy egyszerűen az idegrendszered nem lenne képes felfogni semmit, nulla, se fájdalom, semmi. Eltűnt a világ, meg te is. Nem lenne időd arra, hogy jajgassál, meg féljél, meg dráma, meg semmi. Nem látnál semmit. És miután fénysebességgel jön feléd,
arra se látnál semmit, azt látnád, hogy ott a világ, a következő pillanatban még nincs semmi. Te se. De azt se látnád már, mert kész, véget van. Na most, egy örömírem azért van, hogy még azért látnál valamit, azt látnád, hogy megszűnt minden körülötte. Azért, mert a lelkedben van egy saját térforrás. És az a saját térforrás, az még ilyenkor is megtart. Olyan jól meg van csinálva a lelked, hogy egy téridő forrás van benne, ami megtartja a lelkedet még a nem tér nem időben is. Tehát az ürességben is megtartja. Az anyán kívül, ugye a téridőn kívül már nem tartja meg. Tehát ha kijed mész, ott már nem tartja meg. Ott véged van. És mi lesz vele, ha megint jön a tét az idő? Semmi. Semmi nem lesz vele, hanem ő létezik tovább. Ha fraktálisan nem szakad meg a rendszer. Ha megszakad, akkor ő is eltűnik. Tehát még a lelke is eltűnik. De az sem fog fájni. Mert az úgy tűnik el, hogy pik, már nincs is. Olyan pillanat alatt tűnik el, hogy nincs időd megijedni. De picit sincs. Na most, a téridővel kapcsolatban, hát ez egy egészen furcsa dolog, de azért itt hagyom. Ez a Holdon van. Csak ki a franc csinálja. Ez egy holdbázis, igen, egy űrbázis. Igen, a Holdon van. Csak ki építette, soha ilyenről nem hallottunk. Értitek? Láthatóan nem földi. Szóval valaki építették, valamikor régeségen. Valószínűleg a földön ütközés után teremtődött össze. Igen. Na most a lényeg, hogy meg hát azért a holdütközés óta eltelt egy pár, jó pár, 13 ezer év. Na most azóta már ugye is sokan járhattak ott a Holdon. 13 ezer év, rettentő hosszú idő. Járhattak ott a Holdon, mit tudom én, bányáztak valamit, azt ott hagyták, a végén azt elmentek. Ott hagyták, mint ez ebben a Szaharát, az kész. Ott maradt ez a bázis. Több ilyen bázis is van vagy 30-40. Sok. És sok helyen. Ez egy gravitációs távcsőnek a terve, ez teljesen tudományos terv, tudományos lapról is szedtem le, és az a spirális hullám, az rokonságban van azzal, amiről én beszélek. Csak egy nagy baja van, hogy a tervező, aki ezt kitalálta, roppantul síkhagy. Mert mit látsz itt? Egy ilyen lepedőn terjedő hullámot. Tehát egy sík, amiben egy kis hullámzás terjed, úgy gondolják, hogy ilyen a gravitációs hullám, mert nem képes térbe gondolkodni. Nem kicsit nem képes, egyáltalán nem képes. Láthatóan egy síkagyú hullámzást próbál valahogy. Tehát azért hullámot tesz bele, tehát ez nagyon gyér. Erre szokták azt mondani felénk, hogy ez olyan kevés, mint a maszkossajtban a brúmogás. Szóval ez gyenge, nem elmélet, ez rossz. A LIGO-nak, a gravitációs távcsőnek az égi változatát akarják megcsinálni. Van egy ilyen, hát van vagy 10 már a Földön, ilyen gravitációs távcsöve, a LIGO, ebből kettő is van Amerikában, vagy keleten, nyugaton, akkor a Virgo, az Olaszországban van Pisa mellett, akkor a GEO 600, az meg Hannover mellett van, akkor a Tama, az a japánoknál van, akkor van egy nem túl nagy gravitációs távcső Ausztráliában, Perth mellett. Tehát van egy csomó. Gondolom az oroszoknál is van, csak azt nem tudom, hogy hol, de biztos van, de majd felfedezem én. De ha bármilyen kis fülest meghallok, azonnal a Google-ra meg lehet találni, tűnik túl nagy. És kilóg a lóláb, mert túl nagy. Na most mondjuk a LIGO az 4 kilométer, így is 4 kilométer elalakú nagy szerkentyű, amiben egy ilyen alagút, amiben ilyen vákum, levákumozott csövek vannak, amiben fény szaladgál ide-oda, lézerfény. Itt is az megy, ha megnézed, hogy lézersugarak mennek az égen lebegő ilyen űrállomások között, vagy mi a csodák között, mert ezek nem igazán űrállomások, hanem ezek ilyen műholdak, és akkor a műholdak között megy egy lézersugár, és a lézersugárba terjedő hullámzásokat aztán lesugározzák a Földre. Hát azért jó, mert ezt nem zavarja, ha elmegy a 620-as libás. Ugye, mert a 620-as libás zakatol, és akkor rázza ezeket a távcsöveket, tehát zavarja.
és akkor a világűrben nincs 6-20-as livás, és akkor ott nem zavarja, ott már csak a gravitációs hullámok vannak, és ezért nem zavarja. Láthatóan jó messzire teszik a Földtől is, gondolom a Lagrange pontba rakják ezt, mint azokat az űrtávcsöveket, amit most nemrégen bocsájtottak föl, mint a Hubble űrteleszkóp, csak ezek messzebbre kerültek a Földtől, egy ilyen Lagrange pontban lebegnek, az a pont a Föld pályán 60 fokkal előre meg hátra is van ilyen pont, van még máshol is. Szerintem a Föld pályán 6 darab ilyen Lagrange pont lesz, de erről még nem tudnak. De fognak tudni, észre fogják venni. Ilyen a Jupiternél fedezték föl, és ez fontos, a téridővel van nagyon erős kapcsolatban, amit mondok, a téridő hullámszerűségével, és nagyon-nagyon bizonyítja, csak valamiért ezen nem nagyon törték a fejüket, hogy hogy működik, vagy nem jöttek rá. És az a lényege, hogy a Jupiternél fedezték föl a trójai kisbolygókat 60 fokkal előtte, 60 fokkal mögötte a Jupiter pályáján, mennek együtt a Jupiterrel mindig, tehát ez nem áll valahol, hanem ez kering a Jupiterrel együtt, de 60 fokkal előtte és 60 fokkal mögötte is van egy ilyen, és ott egy csomó ilyen kőzúzalék összejött abban a pontban, mert ott a térnek van egy ilyen minimális potenciálú helye, vagy hogy a csodában mondjam, és ebben a hullám üregben szeretnek a kődarabok egy helyben ott maradni. Vagyis, hogy ott viszi őket, és hogyha egy picit figyelte, akkor minthogyha ugyanez meg lenne nekünk mikróban is. Kinek van ötlete? Tehát kicsiben is megvan. Nincs ötleted? Mondjuk atomfizikára, ha lemennénk. Elektronpályák, bizony, bizony. Az elektronpályákkal nagy baj van, mert a borfila atommodell, amit úgy nagyon szerettek, mert olyan a bolygók keringenének, és puh, az nagyon jó, csak nem jó. Nem úgy keringenek. Már maga a Bohr is mondta, hogy ez csak egy munkahipotézis, de ennek ellenére ezt fölkapták ezek a félig értelmesek, mert a félig értelmesek szeretnek ilyet fölkapni, amit ők értenek. Fölkapják, és a gyöngyük a takonya leszaladnak vele, és utána nem hallgatnak senkire, mert ők már okosnak kihirdették magukat, és kész. Nem várta végig a mondat végét, mint amit meséltem, a tevés viccet. Tehát nem várta ki az őrmesternek a mondat végét. Tehát itt is ugyanaz van, hogy nem várja ki a mondat végét, és akkor baj van. És itt is az van, hogy az elektronokat valami keringeti az atom körül. Egy erő. De mi keringeti? Maguk a protonok, vagy az neutronok, vagy az elektronok is őrült tempóban pörögnek a tengelyük körül. Őrült tempóban. De ezek nem bolygók. Szóval ne anyagot gondolj oda. A protonban vagy a neutronban egy szemernyi anyag sincs, amit anyagnak nevezünk. Egy szemernyi anyag nincs. Tehát amikor azzal próbálkoznak, hát már 50 éves teória ez is, most már 50 éve egy helybe topi van, a kvarkokkal nagyon helybe topiznak, mert most már lejutottunk egészen az anyag belsejére, és most már megvannak a kvarkok. Csak mondanám, hogy a Bibliában is megvannak a kvarkok, úgy találod meg a kódszavokat, hogy termések és gyümölcsök. Tehát ilyen címszó alatt találunk meg a Bibliában a kvarkokat. Megvannak. Egyébként a tudáskönyve, amiről kezdtem beszélni, a Véda, az megvolt a keresztény Bibliában is, vagy judeo-keresztény Bibliában, meg a magyarok Bibliájában, meg a Arvisúrában, meg mindenhol megvan, de nagyon sokszor leadták ezt a tudást, de az ilyen, tehát ezek a félnótás, félhülyék, akiknek útjában van a tudás, mert félnek a tudástól, mert nem értenek semmihez, és félnek. És ezért inkább mindenkit megölnek, aki tud valamit, és általában könnyű dolguk van, mert akik már eljutnak a tudásnak egy szintjére, azok nem agresszívek. Hiszékenyek, jószívűek, nem agresszívek. Tehát könnyű őket behúzni a csőbe, eszükbe sincs védekezni. Ne zavarjátok köreimet, ugye? Mondja a római katonának, és leszúrják, mint a répát, vagy a krumplit. Mert agyilag az a harcos, annak az semmi köze nincsen ahhoz, hogy ez micsoda nagyszerű dolgot firkál itt a kormány.
van. Nem tudja, nem is érzi, nem is tudja. Sosem fogja megérteni. 100 életeles se fogja megérteni, és ezért nem lenézem én ezt a katonát, csak mondom, hogy ez nem fogja megérteni. Mert ennek nem is az a dolga. Tehát mindig, mindenkinek megvan a dolga, és mindenki csinálja a maga dolgát. Ne akarjon mindenki atomfizikus lenni, mert úgyse lesz belőle. Vagy ne akarjon mindenki kémikus lenni, mert annyi meg nem is kell. Hát most mindenki jogász akar lenni, meg mit a közgazdász, most mit tudom én, de most már annyi van, hogy Dunát lehet vele rekeszteni, csak egyik sem ért a közgazdasághoz. Ugye ezek is ilyen képleteket felállítanak, minden. Orrült a Tyanda bandával előadják magukat, de a helyzet az, hogy nem is igazán veszem tudománynak. Mert ha tudomány lenne, akkor nem dőlne be a gazdaság. De miután a gazdaság rendszeresen bedől, ezért ez nem igazán tudomány, ezek ilyen statisztikai handabandák, amikkel ott takaroznak, meg handabandáznak, de hát én nem hiszek ebben. És visszatérve erre a gravitációs távcsőre, ez valamilyen ilyen őrült fekete, forgó fekete lyukaknak a hullámait akarják vele detektálni, amik egymást bevonzották és őrült tempóban forognak egymás körül, és mit tudom, miket képzelnek, és így gondolják el a hullámaikat, egy szó sem igaz belőle. A világegyetemben én ilyen lepedő hullámokkal még nem találkoztam. Pontosabban a sík univerzumban vannak hasonlók, de a sík univerzumban. Ez a sík univerzum megvan ám neked is. Azt mondta, hogy én olyanról beszélek, hogy hát nem is hallottam ilyen. Megvan neked. Hogy mondjuk ezt magyarokhoz? Nem most jöttem én a falvédőről, bizony. Megvan ez neked, ez mit jelent, hogy a lelked nem most jött a sík univerzum irányából, hanem már réges-régen itt vagy. Tehát régi motoros vagyok, engem ezzel az albérleti óvodás dumával ne akarja átverni, mert kiröhöglek. Ez olyan, mint amikor a Pistike betelefonál az iskolába, hogy a Pistike ma nem tud az iskolába menni. Kivel beszélek? A papámmal. Szóval körülbelül ennyire együgyű. Körülbelül ennyire együgyű az egész, úgyhogy ebből ki kell törnünk, ebből az egész helyzetből, többre kell jutnunk. Tehát a síkagyú világból ki kell törnünk, mert hogyha nem törünk ki, akkor nem jutunk el a térbe, mert nem jutunk el. Először meg kéne ismernünk a teret. A tér nem ilyen, mint amit ott rajzolgatnak, és ez teljesen tudományos lapról van levéve ez az ábra, és körülbelül itt tart szellemileg. Nem buta, ez az ember őrületesen jól tudja a matematikát, hatalmas berendezéseket tervez, csak a lényeget nem érti. A lényeget azt nem érti. Tudnék, még nem fedezték föl. Ha a térben akarsz nagy távolságra eljutni, reménytelen. Reménytelen. Tehát a következő csillagig sem fogunk eljutni itt, soha az életben. 4 fényév az olyan baromi messzire van, hogy el sem lehet zenélni. És gondolj arra, hogy évekig megy a Plutóig egy űrhajó, egy nagyon gyors 16 km másodpercenként, vagy még gyorsabb űrhajó. Évekig, sok éven, évtizedeken át megy. Mondjuk voltak ugye a melyikek? Nem hallom. Voyager, így van, a Voyager űrszondák, csak én titőletek akarom vallani, hogy figyeltetek-e, mert én már régen beszéltem róla, és még mindig működnek, tehát nem rosszul voltak ezek megcsinálva, hanem évtizedekig működnek, és sugározzák a dolgokat, és képeket sugároznak, és mindent, tehát fantasztikus. De a helyzet az, hogy most ezek a Voyagerek is nagyon érdekes helyzetbe fognak kerülni, majd amikor elérik az Oort felhőt. Mert az Oort felhőn nem tudnak átlépni. Az Oort felhő tudnék egy dimenzióhatár, tehát a naprendszernek van egy speciális téridő rendszere, ami kimondottan csak a naprendszerre vonatkozik, lokális téridő van, és innen nem lehet kimenni. Nem. Mert hogy odáig tart a háromdimenziós rendszer, utána egy négydimenziós rendszer jön, egy buborékba vagyunk benne, és ebből nem lehet kimenni. Tehát neki megy ez az űrszonda, aztán mintha neki menne egy ilyen gumihártyának, így egy darabig tolja, aztán szépen vissza. Ennyi. És ennyi volt a Voyager, nem megy tovább.
Gondoljatok végig rá, hogy a csillagászok már nagyon régen felfedezték az Oort felhőt. Az Oort felhő az egy csillagász fedezte föl. Gömb alakban az egész naprendszert kövek veszik körül. Kövek, mindenféle méretű kövek. Ez tény, ezt nem én találom ki. És ezek a kövek nem tudnak elmenni innen, azok ott lebegnek a határán az univerzumnak, és szia! Elmentünk megnézni parasit. Nagyon érdekes. Egy ilyen fehéres hártya van a határon, és amikor megpróbálod megfogni, rossz hozzányúlni, olyan, mint a villanypásztor. Tehát, mint a rázna, rossz érzést megfogni, még a para kezeddel is rossz megfogni. Nagyon érdekes. Megfogni, nagyon a francban. De, ráz. De... Olyan, mint a hintőpóra lenne, így van, beszél, olyan érzésed van, hogy csúszik el rajta a kezed, meg olyan érdekes, sima teflon érintése van, neki nyúlik, és ezen nem tudsz átmenni, neki mész itt nyúlik előtted, az visszadob, de nem jó érzés neki menni se. Hát úgy is mondhatnám, hogy ez a karám határa. Ez a birkák idáig mehet, meg szasz. Így is mondhatom, igen. Kis báránykák, hát szóval lehet szép elegni, szóval, hogy ezek nem birkák, hanem kis barikák, kis báránykák, szóval lehet szép elegni, akkor is birka az, mert majd megnő. Úgyhogy nem jut ki innen, óvoda kerítés, vagy minek nevezzük, nem jut ki, innen kimenni nem lehet. De azért vannak, akik bejönnek ide. Ez a Holdon van. Látod a képet? Itt. Az egy bazi nagy űrhajó. Az egy kilométer nagy űrhajó. Kilométer nagy. Nagyon nagy. Lezuhant, lelőtték. Ez egy ilyen nagy cirkáló, amit lelőttek, és lezuhant a Holdon. És ott van a Holdon. Ott van a NASA száma alul. Ez az AS20 kötőjel 1022, az a NASA-nak a katalógus száma. Ez egy tök másik, csak más szemszögből fényképezve. Jó nagy benga valamiről van szó, nem kicsik ezek. Hatalmas nagyok. Mit tudom én, 4-500 méter magas. Jó. Hát ez nagyon nagy, gyerekek. Ez nagyon nagy. Hát az Eiffel torony 300 méter magas. Szóval ahhoz képest akkor ezek nem kicsikék. Ezek a valami. Ezek ott vannak lezuhanva, nem tudni hány ezer éve döblik ott, mikor zuhant le, nem tudjuk. De ott vannak. Na most ez az miért érdekes ez nekünk? Hát először is, akik ezt csinálták, azok jobban értették nálunk a téridőt, mert ide tudtak jönni. Ha téridőt nem érted, esélyed nincs semmire. Semmi. Itt fogsz tűzijáték rakétákkal hősködni, de semmire nem fogsz menni. Hát mondjuk a Challenger, vagy ezek is tűzjáték rakétákkal szálltak föl, ugye van kés tartár rakéta rajta, amik igazából száraz hajtóanyagú rakéták, tűzjáték rakéták. Bazilag tűzjáték rakéták, ami egyszer használatos, pontosan visszaesik ejtőernyővel a tengerbe, aztán kihalásszák, aztán hogyha úgy ítélik, akkor megint megtöltik, de láttam ilyen felvételt, viszont jó felvétel volt róla, hogy rajta, a rajta lévő kamera, mert rászereltek kamerán, hogy fölment, és akkor amikor levált az űrhajóról, akkor esett visszafele a légkörbe, aztán beesett a tengerbe, viszont jó felvétel volt, és mindig megy egy hajó érte, helikopterek kihalásszák, nagyon drágák ezek a tűzjáték rakéták. Itt van ez egy nő egyébként, én már tudom róla, akit ott találtak egy ilyen űrhajóban. Mondjuk már önmagában a dolog érdekes, mert a Holdon, amikor a Holdon vagy, akkor ahol süt a napot, 160 fok meleg van, az ugye nagyjából a sütő melege, tehát amiben a sütemény sütöd. A 160 fok meleg, 170-180 fokos szokott lenni egy ilyen gáztűzszelynek a sütője, amivel hús sütöd meg, mit tudom én csinálni, kalácsot, és ahol hideg van, ott meg 240 fok, ahol pontosabban, ahol nem süt a nap, 14 napig nem süt a nap, azért ez jó hosszú idő,
két hétig, most két hét alatt lehűl 240 fokra. Elég gyorsan hűl le. Tehát órák alatt lehűl annyira, hogy már 200 fok hideg van, szóval azért érdekes, mert ezen az űrhajón találtak egy ilyen űrhajóst, aki már meghalt, de valami egészen különleges eljárásba van, tehát valami bigyók vannak rászerelve, amiben szétnyitották a száját, ilyen tamponokkal betömték az orrát, a szemét lecsukták egy ilyen valamivel, és a harmadik szemén is van egy ilyen bigyó, az itt nem látszik. Ez egy földön kívüli nő. Mona Lisának mondják, mindennek mondják, hát rögtön ilyenekkel próbálnak. Hogy mondjam, valamelyet kell keresztelni, és valami rettentő nagyot kell rá mondani, hát Mona Lisa. De hát érdekes ilyen, ahogy már lemosták egyszer az évezredes porttól az arcát, meg a testét, akkor lehetett látni, hogy ez egy nő, cicia volt neki, nem túl nagy, és nem volt pöcse, tehát nem volt fiú. Tehát ez egy hölgy, aki földön kívül ide itt halt meg a Holdon. És a Holdon talált űrhajóban megnézegették, lemosogatták, nem tudom én mi, de azért érdekes, mert az Apollo 20-ban a kabinban is láttam róla felvételt. Tehát, hogy az Apollo 20-ban fölvitték az Apollo 20-ra ezt a hölgyet, és lemosogatták meg, mit tudom, lefényképezték, lefilmezték, hazaküldték a felvételeket, ami hatalmas dolog. És azért érdekes, mert hogy ez egy igazi földön kívüli, aki egy homo sapiens, egy szépnek mondható nő. Már így halott állapotban is. De van valami nagyon érdekes, amit rögtön megfigyeled, ha egy kicsit figyelsz. Mondtam, hogy ez a hulla legalább 1000 éves. Mi a probléma? Teljesen épp. Teljesen épp. Tehát nem oszlott el. Nem is mumifikálódott. Na most az az érdekes, csak mondanám, hogy vannak a Földön is romlatvonok. Tehát több templomban van, szenteknek romlatvonok, mindenféle. Tehát vannak romlatvonok. Általában szentnek kiabálták ki, és ott van a ott fekszenek egy üvegkoporsóba, külön bizonyos katedrálisokban, templomokban, és ebben az üvegkoporsóban mindenki megnézheti őket, és nem oszlanak el, nem bomlanak el. Sőt, ilyen illatos trutyi jön belőlük. Tehát ilyen izzadságszerű, de ilyen illatos, olajszerű valami jön belőlük, nem bűnösek. Tehát nem bomlanak el. Hát ez nagyon ciki, mert az ember elmondik. Na most ebből valami egészen fontos derül ki. Már a görögöknél is találtak ilyeneket csatamezőn. Hogy mindenki elbomlott, büdösödtek a hullák a csatamezőn, amit a melegben, Görögországban ugye meleg van, nyáron pláne, és már büdösödtek a hullák, és maradt egy-kettő, aki nem büdösödött, ezt aztán bevitték a faluba, hogy hát nem halt meg, valami, majd fölébred. Aztán rakosgatták egy darabig, de valami ágyon vagy valahol, de nem élet föl sose. De a teste meg nem romlott meg. Ezek romlatlanoknak hívják. Még véletlenül se szólnám le. Ezek égi lények. Mint ahogy mink is égi lények vagyunk, csak egy másik fajtából. Kicsit romlandóbbak vagyunk. De minthogyha lenne itt azért erre utalás, ami erre a romlatlanságra utal. Pálosokra gondolsz? Tártosoknál is előfordul. Pálosokra is gondolok, néhány tártosra is gondolok, és még gondolok érdekesekre, a prionokra. A szivacsos agyvelő gyulladás a marhánál. Ott egy nagyon bolond fehérje van, ami a te agyadban is van, azt hozzáteszem, tehát prionok a te agyadban is vannak, csak van egy enzim, ami ezt állandóan egyensúlyba tartja, elbontja. Ha nem bontja el, akkor ilyen szivacsos lesz az agyad, azt annyi neked. Na most a szivacsos agyvelő gyulladás ragályos a marháknál, és valami, mit tudom én, mit teszik meg, fene tudja, én nem tudom, de a marhának az agya elkezd ilyen prionok
agyába, így felszaporodik, megszűnik az az enzim valahogy az ő agyában, és elkezdenek ilyen fehérjék keletkezni benne, azt csak úgy mondanám, hogy a 100 fokon se föl meg. Tehát az a fehérje a levesbe sem föl meg. Hiába főzöd, forralod a leves, nem föl meg 100 fokon, mert az a prion, mit tudom én, 140 fokon olvomlik el, nem tudom. De sokkal magasabb hőmérsékleten az a lényeg. Mert hogy a normális fehérje 70 fok körül kicsapodik, már mondjuk a tojás fehérje. De ez nem. És ez veszélyekkel jár, mert volt olyan hülye, aki levágta a fejét a marhának, és kimérték a Csehóba marhamosnak, vagyis levesnek, meg mindennek, és természetesen egy csomó embert kinyírtak vele. A kapzsissága miatt, hogy ne érje veszteség, levágták a marha fejét, elásták. Aztán kiderült a baj, mert sorban betegedtek meg az emberek, akkor kiderült, hogy hol kaját, és így tovább. És elkapták a kocsmáros meg ezt a gazdát, aki ezt a bulit csinálta, és mi volt az érdekes? Kiásatták vele a marhának a fejét, amit ő külön elásott. Vagy egy év múlva derült ki. És kiásatták a marhának a fejét, az agyvelő nem bomlott el a marhába, képzeld el. A szivacsos agyvelő nem oszlott el a mindenit. Tehát, minthogyha ezzel most valami rokonságba kerültünk volna, gondolatilag csak. Tehát ez egy másmilyen fehérje ezekben az űrhajósokban, mint amilyen bennünk van. Tartósabb, jobb fehérje, úgy is mondhatjuk. Egy jobb modell, egy utánunk tervezett modell. Az Isten folyamatosan tervez modelleket, a régieket szépen lassan lecserél jobbra, mert néha elfajzik. Tudom én. Nem csak evolúció van, mert fordított evolúció is létezik. Amikor fogja magát és romlik lefelé a rendszer, mondjuk beltenyésztésnél. Tehát amikor mondjuk a testvéredet veszed feleségül, vagy az unoka testvéredet van együtt hülye vagy. Mert nem tudsz mással szóba állni, mert annyira hülye vagy. És akkor elveszed a rokonodat, mert te szeretnöd, hogy című drámát adod elő, hát aztán majd nézd meg azokat a nyomorék gyerekeket. Ugye, mert nincs javítókód. Javítókód az úgy működik, hogy mennél távolabbi egy ember, akihez férhez mész, vagy akit elveszel feleségül, annál biztosan lehetsz, hogy a gyerekeid egészségesek lesznek. Nehogy azt hitt, hogy a nők olyan nagy drámát rendeztek, mint ma, hogy megkárták őket a katonák, dehogy is. Régen nem, mert a beltenyésztett ilyen jobbányok, akik beltenyésztettek voltak, már csak azért is, mert a földes úr első éjszaka jogán minden nőt végigkefélt, és akkor természetesen az egész falu rokona volt egymásnak, testvérek voltak, és akkor ettől kezdve nagy gáz volt, mert rengeteg beltenyésztett, lepukkadt genetikájú ember volt. És akkor jöttek a katonák valami távoli országból, az azt hozta, hogy annak az utódai már egészségesek voltak. Mert a javítókód működésbe lépett, az azt jelenti, hogy ha bennem van valahol egy hiba, és benned van egy hiba, de nem ugyanott van, akkor ki tudjuk egymás hibáit javítani. De ha ugyanott van a te hibád is, mint az enyém, a rokonoknál sokszor van így, akkor nem tudjuk kijavítani. És akkor genetikailag egyre nyomorultabb leszel. Az ember, hát sajnos, ilyen rossz társadalom szervezési dolgok miatt, rossz tudatlanság miatt, mindenféle miatt lezüllött az ember biológiailag is. Tehát azért, ha megnézed, a Bibliában még az Ádám atyánk az 930 évig élt. Hát az nem kis idő. 930 év, még a Matuzsálem tovább is ért, mert az 970 évig. Tehát az a lényeg, hogy mindenfelé ilyen őrült nagy cirkálók, lezuhan cirkálók vannak a hold felszínén. Ezért kavarnak annyira, ezért nyomják annyira az űrhajózást, és ezért mondják, hogy majd megint visszamegyünk a Holdra, meg majd elmegyünk a Marsra, meg majd, már rég ott vagyunk. 62-ben szállt le az első expedíció a Marsra. Tehát hazudnak. Ha úgy szoktuk. Hazudnak, komolyan. 62-ben szálltak le először, és a Holdon már szerintem a Hitler idejében is jártak. Hitler idejében. Tehát akkor, amikor még kélyes terv nem volt az űrhajózás, ugye az oroszok kezdték 57-ben,
ugye, a Hitler meg ugye 45-ben belégezte. Az nem olyan sok idő, még ha elgondolkozol, hogy a 45 év meg 57 között 10 év az semmi. Elég, hogy a háború elment, 12-13 év alatt már megint annyira jutott az emberiség, hogy képes volt fölküldeni egy Sputnikot. Az csak egy föld körül keringő láda, amin egy rádióadó megy, és valamilyen, mér valamilyen hőmérsékletet, akár napszelet, akár nincs, valamit mér, és kering a föld körül, olyan sebességre kell felgyorsítani, hogy orbitra álljon, tehát hogy szépen körbe kering a föld körül, és ha elég messzire van a földtől, akkor már a légkör, felső légkörben azért még van itt ott egy kis atomok itt ott, azok sem fékezik, és akkor elég sokáig el tud keringeni egy ilyen űrhajó. Tehát évtizedekig el tud keringeni simán, vagy 20-30 évig. És akkor kering a föld körül, azt nem kell hajtani ám üzemanyaggal, amikor már egyszer pályára állt, akkor az ott kering. Az a lendület viszi, állandóan a föld felé zuhan, de közben a pályája miatt úgy van kitalálva, a sebessége miatt nem zuhan le, hanem körbe-körbe kering. És van egy érdekes, vagy nem is egy van, mert több is van, de van egy nagyon közismert vicc, amikor olyan pályára állítjuk rá a műholdat, hogy gyakorlatilag a Földnek egy pontja fölött áll. Ki hallott ilyenre? Az egyenlítő fölött vannak, így ahogy mondod. A geostacionáris műholdak, így van, a geostacionáris műholdak, ott állnak az egyenlítő fölött, azokból nézzük a tévéműsorot. Azokkal a parabolákkal. Fönt állnak a föld egy pontja fölött, és azért lehet rájuk ráállítani a parabolát, mert mindig ugyanott van. Mert együtt kering a föld, őrült sebességgel kering az a föld körül, csak hogy úgy határozták meg, hogy olyan pályára állították, kiszámolták, hát aki először kiszámolta, annak még semmi köze nem volt az űrhajózáshoz, de okos. Ez egy skifi szerző is volt többek között, és ő határozta meg azt, hogy lehetne valamilyen olyan műsorszóró műhold pályát kitalálni, hogy mindig egy pont fölött álljon, és abban van a tévéadó, és akkor ilyen parabolákkal ezt lehetünk. Nagyon érdekes, képzeljétek el, hogy hát én elég jó fantáziával megáldott pali voltam, már fiatalom is, de képzeljétek el, hogy a gyerekek mindenhova a házakra, amikor azt mondták, hogy rajzolják le a jövőt, akkor a gyerekek mindenhova a házakra parabola antennákat rajzoltak. Mindenhova. És akkor néztem, és már elmondom, hát ezek a gyerekek, hát miket találnak ki, hát parabola antennák, azok nem lesznek sose házakon. Tévedtem. Hát, tele lettek a házak parabola antennákkal, mert hogy én valami más, tehát ilyen radar izében gondolkoztam, de nem. Ez ugyanaz, mint a radar, nem más. Azt hiszed, hogy ilyen parabola antennával nem lehetne radar csinálni, de hogy nem. Ajaj, lehet. A radarokat azért csinálják ilyen hálózattól, hogy a szél ne nagyon fújja, ne legyen akkora légellenása, hogy a forgásnál ne legyen akkora légellenása, akkor nehéz lenne forgatni, ha ilyen nagy területet forgatsz. És akkor ezért csinálnak egy ilyen hálózatból egy ilyen antennát, ilyen tükröt, és akkor az veri vissza a mérőfejre a dolgokat. Na most, mindig is voltak, azért mondtam, hogy Hitler idejében is megvoltak már ezek, csak szélhámoskodtak. Ugye ez a Zeppelin, meg egy UFO együtt. Na de a Vrilek, azok már megvoltak Hitler idejében, a Vril meg a Hanebu, azok már megvoltak Hitler idejében, és már akkor olyan őrületes technikát képeztek, hogy el sem hiszem. Tehát volt egy ilyen, azt hiszem Bird admirálisnak, hogy hívták azt az admirálist, aki az Antarktiszra akart elmenni, hogy a New Schwabenlandon, vagy hogy mondják, Neue Schwabenlandon szétverje a németeket. És egy egész hadiflotta ment, hogy szétverje a németeket. És aztán ha közelbe értek, akkor úgy szétverték őket, hogy alig találtak haza. Tehát a hajóknak a feszteségbe került minden, repülők, hajók, minden, alig tudtak hazamenekülni az amerikaiak. Aztán nem beszéltek róla, mert szédületes nagy vereséget szedettek. Szóval olyan tűz alá vették őket, amiért ők el sem tudtak képzelni.
Tehát ott valamit csináltak a németek az Antarktiszon. Ezt a hadműveletet nagyon hallgatták, mint ahogy egy csomó ilyen hadműveletet aztán nagyon hallgattak, mert azért voltak ám titkos hadműveletek mindenfélét, földön kívüliekkel is. Beszéltem ilyen kutatóval Kievbe, aki ott volt ilyen szakértőnek, aláírtak egy szerződést a kis szürkékkel, akik éppen nem a jók, hanem éppen a szemétládák, aláírtak velük egy szerződést, hogy nekik adnak egy ilyen lepukkat orosz katonai tábort, ilyen gulágot, mit tudom, ez ilyen semmire való valami neki adnak, és akkor, hogy neki adják, ezek mit tudom én, valamilyen tudást átadnak. És akkor ezek pillanatok alatt beásták magukat olyan technikával a föld alá, hogy álmokban nem volt olyan az oroszoknak, el se tudták képzelni, és olyan térbuborékkal vették körül a bejáratot, meg mindent, hogy oda behatolni nem lehetett. Akkor megbánták, mert ezek ott össze-vissza disznokodtak, tehát kimentek, embereket raboltak, szóval mindenféle problémákat okoztak, lövöldöztek embereket, raboltak, mindenféle volt, de őket lelőttek, szóval voltak ilyenek, és akkor tehát megszekték a szerződéseket magyarul, de amikor már a bázisukat beépítették a föld alá, egy kilométer alatt a föld alá, tehát nagyon durva mélységben, eltüntették a bázisukat, kész. És onnan aztán seki sem. És vedd észre, hogy az amerikaiak is fejlesztettek egy olyan atombombát, ami kilométer mélyre lefelé hat. Hát vajon mi? Hát bizonyára ők is szerződtek ezekkel a szemétládákkal. Hát, mert azért, hogy technikát szerezzenek. Aztán ezeket is átverték. Aztán beszéltem ezzel a professzorral, azt mondja, hogy hát mentek oda. Először csak ilyen lőfegyver, tank, és oda lövünk ágyúval, Ludwig, semmi, krumplipuska volt. Mert ha odaért ehhez a falhoz, fölrobbant, ehhez a láthatatlan buborékhoz, odaért, fölrobbant, egy darabig ott a darabok, cserepek ott izzottak, aztán ott voltak, kész, kihűltek. Lőttek géppisztolyal rá, rájöttek, a golyók így megálltak, a levegőbe egy helyen, egy ilyen felületen megálltak, semmi. Aztán egyszer csak egy pillanatra lekapcsolták ezt a pajzsot, minden leesett belül, szia, mert ez ilyen gömb alakú. Puff, leolottak ezek a törvelékek, azt annyit volt. Ezek a földön kívüliek meg pofátlanul mászkáltak ott belül, és röhögtek, hogy ezek itt mit mozgatnak. Bármivel lőhettek atombombával, és akkor sem tudtak nekik átolni. Semmivel. Ez már nagyon cikk. Tehát olyan térbuborékot tudtak csinálni, amin az embereknek a fegyverei nem számítottak semmi. Teremburát, bizony, jól tetszik mondani, teremburát hoztak létre, így van, és ez a lényeg, hogy ahhoz, hogy mi előbbre jussunk a tudásba, gondolkodni kell. Ezt a hagyományos tudásunkból elindulva nehezen fogjuk elérni. Tehát ki kell lesni azt a nem létező UFO-t, hogy mi a fenét csinál. Ugye? Nem létezik, jó van, nem létezik, de nézzük már meg, hogy hogy megy. Volt ilyen a nagyon aranyos, volt egy tévében vitám, aztán mi A3 tévében volt, megvan nekem felvételben, tehát bizonyító erővel meg tudom mutatni. Ott meghívták az összes ilyen buzi UFO kutatókat, meg az összes ilyen ellenzőket. Csillagászati tanszékvezető professzor, a Marikot meghívták, meg a katonasságnak a nyilatkozó szakértőjét, az, aki az a rettentően okos, ott a Szentesi, aki azt nyilatkozta, hogy az ukránoknak a rakétája el se lát odáig, ahol lelőtték azt a izraeli charterjáratot a Fekete-tenger fölött. Volt egy ilyen eset, amin valami diákok mentek Moszkvába, és a charterjáratot meglátta ez a hadgyakorlaton fölött rakéta. Uáj, céltál, gyump, neki ment szét is üttek. Na, ettől kezdve nagy botrány volt, és akkor ez rögtön lenyilatkozta, hogy ebből szakértő, hát ezt ismeri töviről egyére, hát az el se lát odáig. Hát két nap múlva beismerték az ukránok, hogy mégis el lát. Szóval ez a rettentő jó szakértő ott volt ebben a műsorban, és azt mondta, hogy ufó, miket beszélsz, férség, lehet, hogy 1000 év múlva, 5000 év múlva egyszer jönnek, meg voltak itt 1000 éve, de ufó, nem, hol látsz egy tufokat? Hetetek, negyed óra,
beszéltünk ilyen radarról, meg repülésről, meg minden, és akkor elfeledkezett magáról az öreg, mert lassú volt, mi meg gyorsabb. Fölhergeltük, és nem, mert a repülőket nem lehet összekeverni, az UFO-k a radaron másképp repülnek. És mondtam neki, hogy azok, amik nem is léteznek, persze, értem. Bejött a csillag, saját dugájába dőlt, a gardjába dőlt. Ne, ne ilyeneket mondom. Tehát azt mondom, jó van, mondjam csak. Közben tudom azt, hogy jönnek hozzám a szakértők a hadügyminisztériumból. Amikor nagy szarban vannak, de csak akkor jönnek. Fizetni nem fizetnek. A pénzt ők veszik föl, a problémát én oldjam meg. Mert ez mindig így szokott lenni. Hogy mondd meg, hogy ez hogy kell, mit kell csinálni, megcsinálják, de azt sem mondják, hogy csapatok. Szóval ez egy szokásos történet, és az a lényeg, hogy Magyarországon is voltak konfliktusok, összeszólalkoztak, kis szürke mászkált a repülőgépek között, a kis katona meglátta, felszólította, hogy állj, hogy lövök, meg mit tudom, amit neki mondtak, aztán oda lőtt. A szürke nem esett el, hanem fogta, elővette a stukerját, visszalőtt, és az egész azért bódé, meg minden így tűnt el. Nem az egy kis luk lett rajta, az egész bódé tokkal vonóval ment el, úgyhogy jöttek hozzám, hogy most mi van, mondom, mi van, ne lövöldözzetek. Mert még nem bántottak benneteket, de hogyha nagyon lövöldöztök, még lehet ebből baj is. Mert esélyed nincs. Érted? Tehát esélyed. Tudod, mert az krumpli puskákkal lövöldözöl, hát esélyed nincs. A vadászgépeket nem is emelik már rá, egy darabig ráemelték és hősködtek, azt lelőttek egyet-kettőt, utána azt mondja, de hogy emelek én rá, mondta a repülési szakértő, de hogy emelek én rá, nincs nekem annyi vadászgépek. Mert hogy lelőtt, mint a kutyát, hogyha hősködik. Mert hősködik. Azt mondja, neki parancsol, tűz le, lőd le, rálő, még fél útig nem ment a rakétája szétmegy, meg ő is. Egyet lő vissza, szia, ennyi volt távol. Tehát, és a reflexek, hát a reflexek meg olyan gyorsak, hogy neked erről álmod nincs. Tehát kb. 100-szor olyan gyorsak a reflexek, mint a magyar honvédségben az összes legjobb pilóták. Nincs esélyed, mert még a kezed innen idáig nem emelted meg, már szitával lőttek. Őrült más technika, őrült más minden. Jobb fejét, tehát technika. Ne kezdjék ki velem, mert figyelj, nézzél, filmezz, gyerünk, megfejtjük. Mert a filmek néha jobbat őriznek, mint a videók. A filmekben, ugye az mindig HD, ha jó film van befűzve, az HD, és nem csíkos a kép, és így tovább. Tehát olyan dolgokat lehet megfejteni belőle, ami aztán tovább visz minket ebből a helyzetből, amiben vagyunk. Miért kellettünk mindig ilyen hülyének lenni? Nem engedik gondolkodni. Tehát az a probléma, hogy beültek ilyen kulcspozíciókba, beültek ilyen oda teljesen alkalmatlan emberek, Parkinson törvénye, beültek, és akkor ott kapaszkodnak az íróasztalukba, de nem értenek semmihez, mint annak idején a szocializmusból a 8 osztályt végzett főmérnök. Szóval azt se értett semmihez, de parancsokat ott. Na hát lett is belőle galiba. Nem rossz ember volt az, de udvari söprögetőnél többre nem nagyon volt érdemes. Ha tanult volna, lett volna belőle akár mérnök is, meg akármi, csak hát az a probléma, hogy nem tanult, de hanem csak parancsolgatott, de nem értett hozzá. Semmihez nem értett. Tehát ebből aztán mindig vannak bajok. És ebből ki kell jönni. És a földön kívülieknél meg pláne. Tehát ott nagyon oda kell figyelni, nem lehet játszani. Nagyok ezek a vadászgépek, vagy ezek a cirkálók, nem kicsikék. Hát ott van fönt, hogy Apollo 20, igen. Az fényképezte ezeket. Ott is van egy. Ott jobbra, ez a... Ott, ahol az a fekete pötty van. Itt próbálják elmagyarázni, hogy lesz a polarizált fényből cirkulárisan polarizált. Hát jó van. Mert hogy a hullám van az ő agyában, és akkor megpróbálja ezt valahogy hullámoztatni, hogy az úgy kilőjön. Hát nem ilyen hullámokból áll a fény. A fény sosem volt elektromágneses hullám, ezt tudom nektek mondani. Mert se nem elektromos, se nem mágneses.
de elektromos és mágneses terek keltik. Azt az elektromos, elektromágneses hullám. Mondjuk a rádió hullám az elektromágneses hullám. A fény az nem az. A fény az nem is a rádió hullámok csoportjából tartozik. Se a röntgen, se semmi. Ami a fényhez kapcsolódó, nem. Így magyarázza el, nagyon jó. Hát jó. Lehet ilyen móriczkábrákat csinálni, de hát nem ilyen. Majd elmondom. Tehát nagyon sok olyan érdekesség van, amivel nekünk érdemes foglalkozni, belemerülni, elgondolkodni rajta azért, hogy kitörjünk ebből a körből. Be vagyunk zárva egy a saját dugánkba, vagy hogy a csodán mondjam, és nem vagyunk hajlandóak, görcsösen nem vagyunk hajlandóak ebből kijönni. Az emberek jelentős része az a vegetációs szintjén. Dolgozik valami hülyeséget könyvel, vagy rakosgatja az almát innen-oda. Szóval valamit csinál, amiért kap is fizetést, polcot pakolja a Tesco-ba, vagy valamit csinál, de hát érdemi kutató munkát nagyon keveset csinálnak. Magyarországon most már szinte senki. Tehát olyan kicsi a kör, hogy el sem lehet mondani. Hát amikor én fiatal, ilyen 20 éves koromban fönn voltam a KFK-ba, valami nagy katonaság, őrség, minden volt, és olyan hemzsegés volt, hogy ez nem normális. Tehát ott élet van. Most fölmész. Délután 2-kor voltam fönn, hétköznap, gyerekek, 5 embert láttam. Üres folyosó, üres minden. Nincs élet. Kihalt az élet. Nem ismert senki fizikatanárnak. Most hallottad talán. Nem, nincs fizikatanár, nincs jelölt. Nem is akar menni, Franz is akar fizikatanár menni. Sőt, eltöröljük a fizikát. Tudod ki törni el? Aki mélyebb hülyét akar belőle csinálni. Nem hülyét, hanem mélyebb hülyét. A lányokat uszítják, a fiúkat uszítják. Hát, ilyen hülyeséget kérjen meg fizikát. Uszítják. Tudod miért? Tehát a sztárok, akikre hallgatnak, azok beszélnek ilyeneket, hogy mindig utáltam a fizikát meg a kémiát. Tudod miért mondjam? Tessék. Na, egy szörnyű élményemet fogom most megosztani a társasággal. Napokig a hatás alatt voltam. Közvetlen szomszédunkban volt egy bútorőzet, ami bekucsolt és kiapált a helyiséget. Hát nem tudom eldönteni, hogy most melyik cég, mert ki van írva az is, hogy CDA, mert ki van írva az is, hogy Focus, nem mindegy, hogy ilyen ABC. Hát jó, hát nekünk ez nagyon kényelmes ott a szomszédban. És hát ott vásároltam, oda mentem a Csemek úthoz, és hát egy ilyen nagyon, tényleg egy szép kis tárgyot kiszolgáló, és mondom neki, hogy kérek 1/4 kiló ebből. Aztán látom, hogy szóval tényleg úgy is tűnt, mint aki éppen gondolatilag mással van elfoglalva, de mégis kivette azt, amit én kértem, csak rákérdezett, hogy mennyit. Kicsit úgy megütköztem rajta, hogy menhet el, hogy értem kell mondani, mert onnan biztos nem mondtam elég hangosan, hát kicsit hangosabban mondtam, hogy egy 1/4 kilót. Erre visszakérdezett kispácsága, hogy az mennyi? Hát én egy pillanatig sekkőbbi senyelni nem tudtam. Nem tudja, mi az, hogy 1/4 kiló, és aztán eléggé méltatlankodó hangon mondta, hogy egyébként 25 deka. Általános iskola második osztály, így. Erre föl azt mondja, hogy 1/4 kiló volt, nem 25 deka. Voltam a matematikától. 250 gram. Ez az eset egyszerűen letaglózott. Hogy igen. Kerülhet oda? Ilyen, és hogy kerülhet oda? Tudom, mint a karrat oldalára. Hihetetlen. Így kerül. És ez teljesen általános. Hát biztos. Teljesen általános. Volt egy tanítványocskám, egy lány, aki 16 volt, és egész nap csak a körmét festette meg a fiúkon leszel. Semmi más nem volt a fejében, semmi más, egy gondolat nem volt az ő fiú. És
Megpróbáltam vele kiszámoltatni az akváriumomnak, hogy mennyi víz fér bele. Ez egy 50x50x50-es akvárium centiméterbe. Fél méter, hogy ez mennyi víz. Hát lila ködje nem volt arról, hogy mi az, hogy köbméter. Vagy köbcentiméter. Lila ködje nem volt. De a négyzetméterre sem volt. Lila ködje. Harmadikos gimnazista. Szóval, hogy jutnak el idáig? A tesztekkel, édeseim. A tesztekkel jutnak el idáig, hogy már nem a tudását nézik, vele kitölt egy szutyog tesztlapot, és akkor kitotozza, és ha szerencséje van, akkor átmegy a vizsgán. Teljesen hülye. Nem kicsit hülye, teljesen hülye. Most miután én valakit én korrepetálni szoktam, az 4-essel, 5-össel áll. Kémiából is. Még lányok is. Kémiából, ami ritka. De milyen érdekes, hogy éppen itt van a lányom, 16 éves volt akkor még, most már vén banya, de akkor 16 éves volt, mert az unokám is itt van, 5 unokám is itt van most a táborban, úgyhogy a 9-ből. De mi a lényeg, hogy ez a lányom volt bukásra állt és korepetáltam. Úgy hozta oda a mama, hogy bukásra állt, szóval nem én nál miattam került olyan helyzetbe, de mama odahozta, hogy itt valami csináltál. Na jó van, ez még nem a mostani felesége. Na jó van, idehozta, vigyek ám. Nézzük, tanít, megtanítom, átviszem, át is vittem. De mi volt a lényege? Ha, pont 6 éves volt a Berci, aki szintén itt van az a fiam, aki fényképez mindenhol. És Bercike át az asztaltól egy méterre, kettőre, és nézte, hogy hogyan a nővérét, hogy tanítom. Aki iszonyatos nehéz felfogással vergődött szemben, de talán az 16 éves volt ilyen. Tudod, tele volt. Ugyanaz a körömfestés, ugyanaz a dráma, ugyanaz, mint a 16 éves lányok. És lázadt és tinédzser és mindenből meg tudtak bukni, nem érdekelte semmi, csak a fiúkra. Nem volt más az agyom. Egyébként ez tök normális, meg kell, hogy mondjam, mert ott van az ideje, és nem 30 évesen kellene, hogy ott legyen az ideje annak, hogy a már teljesen kiégett formában menjenek fél ez a lányok, hogy a fiúk nősüljenek meg. Na de mindegy, mert hogy már 35 évesen, amikor már az álló előtt már csukodik az ajtó, már itt egy kis rés van, akkor még gyorsan félrezni, hogy hátra lesz egy gyereke. Ha egyáltalán akkor. Hát aztán ebből bajok vannak, mert ugye a petesejtek öregszenek. És akárhogy fested magad, azok öregszenek. És ezért egyre rosszabb és rosszabb az esélyed az egészséges gyerek. 16 évesen nagyon nagy esélye, 18 évesen, de 38 évesen már kicsi az esélye, hogy abból a gyerekből egészséges lesz. Igen. Mert közben rádióaktív sugárzás, mindenféle baj, kémiai hatások, stb. Rombolják a petesejteket a nő petefészkében. Hát baj van vele, de hát ezt senki nem akarja felfogni, valamiért nem tudom. Szóval, hogy miért van ez így, nem tudom. Tehát valahogy a társadalom arra próbál szorítani minket, hogy ebbe az irányba menjünk, de ebből nagy bajok vannak. Nem kis bajok, nagyon nagy bajok. Ahol tudni, hogy ki kéne törnünk ebből az egyébként is nagyon lecsúszó, szellemileg lecsúszó körből. Nem tudunk kitörni. Minden ellene van. Tehát száz és száz helyen figyelik, hogy hol a kalapácsos emberek, hogy hol verjék szét, hogyha valami értelem megjelenik. Próbálj meg az internetre belépni egy chatforumra, bármelyikre, és próbálj értelmes dologról beszélgetni, pláne a tudományos fordulóról. Értelmes dologról próbálj, nem a dogmatikus dologról, ami már engedélyezett, hanem ami nem. Próbáld meg. Azonnal megjelennek. Te ilyen mindenféle szötyökságról lehet beszélni. Arról lehet, hogy te más vagy, arról reggeltől estét beszélsz. És nagyon örülnek neki. De arról, hogy matematikából, fizikából ki kéne törni, és hogy a fénykvantum nem biztos, hogy olyan, hát abban kitör egyből a gyalázat, kitörölnek, off-topic vagy, minden vagy. Rögtön rátszállnak ilyen lefikázók és elkezdik mondani a magukét. A megoldást nem mondják, csak nem engedik, hogy elmondjuk. Kiteszed a Wikipédiába, 2 évig kim volt az időről egy definíció, 2 év után letörölték, de 2 évig kim volt. Mert kitettem, hogy ez egy ezoterikus megközelítés, és valamiért azt kínhagy. Hát ezoterikusnak ezoterikus, de ez legalább megközelítés, mert hogy semmilyen megközelítés nincs.
semmilyen megközelítés. Tehát nem mondanak el dolgokat. Egyszerűen nem. És ebből kellene nekünk valahogy kitörni észre, ami nem egyszerű. Azért nem, mert keresgélek valami nektek, de nem találom, mert valaki azt innen leszette. Szörny. Milyen jó lett volna pedig. Nem ezen van. Na, találtam mégis valamit. Ígértem nektek a télidőről, hogy mutatok nektek mozgóképet. Hát mutatok. Ez egy fénykvantum haladás közben. Mit figyelsz meg? Tehát egy fénykvantum hullámtere, ami fénysebességgel megy. Mi az, amit meg tudsz figyelni? Aszimmetrikus. Tehát mint a tolna maga előtt egy ilyen rettentő sűrű időfalat, ami ott az elején megy, és állandóan újra kelti magát, azért van a piros, fehér, zöld tahion benne külön színekkel rajzolva, állandóan újra és újra kelti magát, itt 6 tahion van, pontosan van ez egy olyan térkvantum, ami fénysebességgel halad, megteheti egyébként. Ez nem fénykvantum, bár a térkvantum is a térnek, vagy a fénynek az egyik, az első formája. De ez nem ezt nevezzük most fénynek, de ez is fény. Ez a rejtett fény. És ez a rejtett fény hihetetlen érdekes, mert tol maga előtt egy egyre növekvő, belül egyre jobban sűrűsödő falat, ami végtelenül sűrű ott az elején, mert ő rakja ezt belülről, újra kelti, rakja belülről, és keresek egy másikat. Anyád kínja. Igen. Így keletkezik a téridő. Figyeljetek, ez most áll. Ott jelenik meg az a szív, amit az előbb láttatok. Nézd meg, most a fehér belement, keletkezett előtte egy zöld. Aztán a zöld is bele fog saját magába menni. Figyeld, most keletkezett előtte egy következő. Aztán a piros is bele fog magába menni, és keletkezik előtte egy következő. És így tovább, ezt a végtelenségig ismétli, és ki fog alakulni belőle egy szív, egy lángoló szív, talán már látod, ami ott forog a közepén, aztán kialakul belőle egy hatszínű világ, ami szívekből áll az egész. Ez a Jézus szíve. Ezért a szív a szimbóluma, ezért. És nem ez a gyermekes, siránkozós, vergődős, haldoklós, nyálas. Nem. Jézus őrült áldozatot hoz az emberiségért. Miért? Mert ez az élete. És ezt egy pillanatra sem hagyhatja abban, mert mindenki elpusztulna a teremtményei közül. Tehát egy örök vándorlásban állandóan ott kell neki körbe-körbe termelni a téridőt, és ez a hasszívú valami, hasszívú lótusz, a mahad, amit lehetett látni, így kinövekedni, ez a hasszívú lótusz van a Védák könyvében. Ez a mahad, vagy hogy hívják még buddhisták a mahadot? Mahadnak hívják. Nem csak mahadnak hívják, van más is. Az aranycsírát hogy hívják még? Brahmának is hívják, igen. Na most a brahmanisták, azok nem egy embert imádnak, hanem a szent lelket. Az a szentlélek nem egy másik szentlélek, hanem ugyanaz a szentlélek, mint akit a katolikus templomba imádnak, meg a mohamedánok alaknak imádják, és itt van. Tehát innen látszik a probléma, hogy az emberek a görcsös hülyeségeikben, meg a mindent legyőzni akarásukban, meg az marhaságokban bele vannak keveredve, a fanatizmusukban egymást halomra ölik, homo usio, homo illusio. Tehát
egy betűnél is. Az közben nem értenek az egészből semmit. Ez olyan, mint akkor a gyerek azt mondja, hogy az öccsének, hogy nem úgy kell azt mondani, hogy titta, hanem úgy kell mondani, hogy titta. Szóval ez körülbelül ugyanolyan. Tehát így oktatják ki az emberek egymást, az mindegyik hülye hozzá. Tehát, mit mondjam? Ilyen. Nem lehet ezzel mit csinálni. Ezt te sosem fogod meggyőzni. Vagy hát, hogy mondjam, sok munkába fog telni, mire eljut az agyába valami, mert ő nem is akarja. Nem a felnőttet. A gyereket azt még lehet alakítani, mert azt úgy neveled, ahogy akarod. Tehát nekünk egy jobb fizikát kell csinálni, jobb biológiát, jobb kémiát, mindenből jobbat kell csinálni. Ez a mi feladatunk most a magyaroknak. Mert van egy olyan alap, ezt én elhoztam, ezt én elmondom. Ez az alap. Én nem tudok semmit. Ez csak az alap. Neked kémikusnak az a dolgot, hogy ezt átvedd a kémiában, neked fizikusnak az, hogy átvedd a fizikában, biológusan, biológiában. Én elmondom, hogy hogy csinálja a sejt a sejtosztódást. Mert ezt én biztosan tudom. De neked meg az a dolgot, hogy bebizonyítsd, és elmond az embereknek. Én csak a serpa vagyok. Én fölviszem a csomagodat, te fogsz győzni, te fogod kitűzni a zászlót, te kapod a Nobel-díjat, kurán. Érted? Nem engem kell ünnepelni, felét kell engem ünnepelni. Még agyonvernek. Persze. Ó, az nagyon hamar előfordulhat, azt hiszed, hogy nem. Ajaj. Nagyon hamar. Ha valakit nem értenek, az mindig nagyon veszélyes. Így néz ki egy fénykvantum, amikor szembe jön veled. Ez egy polarizált fénykvantum, ami szembe jön veled. Azok a kis pöttyök, amik előrohannak, az a piros, sárga, zöld pöttyök, azok a fénymagok. A fényben, most mi szándékosan piros fehér zöldet csináltuk már csak azért is föl, és ha lehet, akkor három árpátságos zászlót is mellé teszek, csak azért, hogy megpukkadjanak ezek a vergődők. Nem más, csak azért megpukkadjon, nagyon imádom, akkor megpukkad. De javasoltam a kedves barátaimnak, hogy menjenek ki egy amerikai zászlóval a tüntetésre, csavarják föl, és amikor a rendőrök már ott össze-vissza handabandáznak meg, akkor csavarják ki. És fényképezzék le a rendőröket, amit csapkodnak. És akkor azt lehet mondani, hogy hát ütik a négereket. Mint amikor a Jerevánni rádióban jönnek a tudósítók, és akkor Jerevánni rádióban fölteszi az egyik amerikai tudósítók, önöknél egy mérnök a havi fizetéséből hány autót vehet. Hú, marha, tanácskozás, bezárkoznak a belső szobába, résnyire nyílik az ajtó, és kiüvölt az egyik, hogy maguk megverik a négereket. Szóval ez körülbelül ugyanolyan, hogy hát gyerekek, maguk megverik a négereket. Így kellene nekünk ebből kitörni. Nézzük meg, hogy egy tüzelem hogy néz ki önmagában, csak egy elem. Most körbe-körbe megy egy tüzelem. Már ez is egy ilyen szívszerű világot hoz létre, meg egy hullámteret. Ez egy metszet. Tehát ez egy csigaházszerű forma, csak ez a metszete. Ez a lényeg, hogy egy körbe-körbe rohangáló motorcsónak ilyen hullámteret kell. Ezt ne tudjátok képzelni. De nem kell tudom mit belegondolni. Ha egy motorcsónak körbe menne, akkor ilyen. Vagy például ez most más sebességgel megy egy kicsit, ez már létrehozta azt a szívet, látod? Amiről beszéltem az előbb. És egy spirálisan terjedő hullámteret, és ez a hullámtér, ez a téridő lényege, hogy egy görbült tér távozik a centrumból, mindenből. Az atomokból, a fénykvantumokból, mindenből ilyen távozik. Tessék! A szívnek a felső részén. Aminek? Hát annak a kis fénynek, ami ott össze. Ja, ez? Nem, nincs semmi. Semmi. Ez csak ezek a körök, amiket megrajzolt a számítógép, az ott úgy összegeződik. Nincs, hát nincs. Nincs jelentősége. Itt kisebb sebességgel mozog, itt is spirális teret generál, de nem olyat. Ez még víztípusú tér, de még ott is lehetséges hasonló görbült térnek a keltése. Tehát megvannak a függvények hozzá, mert ezt nem tudja a számítógép lerajzolni, nincs függvény.
megvannak hozzá a függvények, értjük, tudjuk, hogy miről van szó. Ennél sokkal vadabbak is vannak már, tehát az újabbak azok sokkal vadabbak. És ki kell ebből nekünk törni olyan szintre, hogy ez már volt, nem ezt akartam. Nézegetem, hogy milyen filmeket nem láttuk. Na itt a vizeknek a gerjedése, a káosz gerjedése. A káoszban van három forrás, a piros, a kék meg a zöld. Ezek egyszer csak elérik egymást. Mi történik? Elkezdenek szétfele tolni egymást, és itt már három negatív idő jön létre. Nézd meg, a távozó forrásnak a hullámtere kifordult, már nem gömbszerű, amiben indulásban volt, hanem egy kúp. Bizony, ez három kúp, ami három irányba távozik, és a Szent Háromság jele is egyúttal egy kicsit, ha figyelsz. Tudnélik, ez a háromszög, ez az Isten szeme. Egy háromszöggel szokták szimbolizálni, de az nem, ez egy mindenképpen egy emberi szem, mert a meg nem értés oda rántja le az embert, mindig magához, az egója oda rántja le. Hiába mondják neki, hogy nem olyan, oda rántja le. Tehát mit tudom én, ott van a nagyon eklatáns példa, mondjuk a református vallásban gyakori a pelikán, ami a vérivel eteti a kicsinyeit, ez egy elterjedt. Azt láttam én katolikus templomban is már, mondjuk Svájcban, a Honvölgyben láttam ilyet, hogy megvolt ez a forma. Én most olyan madarat én még, aki vérivel etetne a gyerekeit, én még sose láttam. Tehát itt valami másról van szó. Ez az önmagával visszakanyarodó rendszer, ez az a valami, amit az előbb mutattam nektek, ez miért eteti a vérivel a kicsinyeit? Na ki tudja. És mik az ő kicsinyei? Hogy? A másolatai a kicsinyei. Hát neked is a kicsinyeid a másolatai. És a kicsinyei a másolatai, és azt miért a vérével eteti? Mi az ő vére? Ez az ambrózia a görög mitológiában, a napisten lovainak az abrakja. Ezek a napisten lovai, amit most látsz, mert a napisten az nem egy, nem a nap, az csak az együgyű képzelődő napisten az a nap, hát egy felé. Kilógalólám, mutatom neked a Bibliában, ez a napba öltözött asszony. Kilógalólám, mert az együgyű nem vette ki, mert ha már hazudják, hazudj jobban. Tehát ha kitörlőd, akkor töröld ki rendesen. De mivel nem értette, nem törölte ki. Mi ez a napba öltözött asszony? Hát ez a, annak a fénykvantumnak a közepén a királylány, ami a mesékben a tűzokádó sárkány várában a királylány, aki szüli a sárkánynak a gyerekeket, tehát a felesége. Ugye, már nem is annyira lány, csak az első periódusi, utána ma asszony. Mert szüli a kis sárkányokat állandóan, körbe-körbe rohangáló kis sárkányt, tehát nem más, az csak a téridő, az a Szentlélek, tehát nem valami gonoszságról van szó, fené. És nagyon érdekes, mert megvan a magyar népmesékben, még az antitér is megtaláltuk. Ki tudja? A kalamóna. A szélhajtó kalamóna. A szél, ez a hullámtér, ami szétfúj. A szél, ami mindenen átfúj. Hoppá! Azok a gravitációs hullámok, vagy a téridő hullámok. Az mindenen átfúj. Téridőt nem tud lárnyékolni. Az a legsűrűbb anyag belsejében is úgy megy át, mint ott se lenne. Az egész Föld, mint ott se lenne, úgy kóját rajta. Vagy a napon, vagy akármi. Mert hogy ez nem anyagi. Ez nem anyagi. Akkor ez a teremburán is megy át. A teremburán is megy át, bizony. Csak a teremburán úgy van modulálva, hogy kiszedje azokat az információs hullámokat, amely így lehet, amelyek fertőznék a külső univerzumot. Tudnélik, a rossz, gonosz gondolatok, amik a naprendszerben keletkeznek, azok ne hagyják el a gonosz gondolatok a naprendszert. Képzeld el. Tehát annyira ki van találva, hogy el sem hiszed. Tudnélik, nem azért nem mehetsz ki innen, mert tilos, hanem azért nem mehetsz ki, mert nem vagy szobatiszta. Agyilag sem vagy szobatiszta. Tehát egy picit fölhergellek, csak egy nagyon picit, fúj, dől belőled a
durvaságban, butaságban, az őrület, az örjöngés. Nem kell, hogy bántsalak. Csak valamit, és olyat mondok, oda bökök neked, amit utálsz. És akkor abban a pillanatban te mindjárt elveszted az emberi külsődet, mindjárt vérbe borult szemekkel örjöngve rohansz nekem. Ugye, mert úgy képzeled, hogy megbántottalak valamit. Eszembe se volt. És már te mindent mondasz, ami a csövön kifér. Ilyen az ember, hát nem. De tudjuk, hogy ilyen, az jó. Tehát visszatérve, még azért mutatok nektek érdekeseket, mert ilyen a vízelem, amikor áll. A vízelem igazából egy váltakozó létezés. A mi mesénk kezdetét mutatom nektek, hol volt, hol nem volt. A létezés, hol ezen az oldalon van, hol a túloldalon van, hol ezen az oldalon van, hol a túloldalon van, a végtelenség ezt csinálja. Ez a vízelem. Ez az időnek a legelső megnyilvánulása. Ez a vízelem. Az őselemek közül ez a vízelem. És ezt a végtelenségig ismétli, év százmilliárdokon keresztül ismétli ezt a, ezeket az ütemeket, tűnik ő magán belül forog, és egy olyan komplex téri bolondéria, amit nem tudom elmondani egyszerű szavakkal, nagyon bonyolult. Csak ilyen kvaterniókkal lehet ezt elmondani, tehát az matematikailag egy ilyen agymenés már. Tehát nem lehet elmondani egyszerűen, de az a lényege, hogy egy önmagában visszatérő örökös folyamat, egy Möbius felület alakul ki, ami állandóan a kiáradást produkálja, és saját magát gerjeszti ezzel a végtelenségig. És ez a vízelem, ez a világ egyetem születésének a legelső pillanata, hogy ilyen vízelem jön létre. Persze aztán több is létrejön, amit mutattam, hogy három, hogy taszította egymást, ott keletkezett a második, a tűzelem. Gyorsabban ment, mint ahogy terjedt. És ezért ilyen kúpos idővilágot hoz létre, rajta van a Szent Koronánkon. Vagyis, hogy az őseink nem voltak buták, a terüks a pályát, se ez jó ír. Hát én nem tudom, én ennek örülök, hogy nem a majomról lemászott a fáról, aztán én ennek örülök, hogy ezelőtt, mondjuk 1000-2000 éve az ősapám már ennek a tudásnak a birtokában volt, ez jó hír. És tényleg birtokában volt, mert a görögöknél meg lehet találni, meg sok hely. Aztán ezt szanaszét szépelekték. Szépelkést az ilyen, hogy mondjam, olyan azt hívom szépelkésnek, hogy valaki nem ért hozzá, de nagyon el akarja mondani. Na akkor aztán az szétmagyarázza az egészet, és akkor abból vége. Elveszik a lényeg belőle, csak a lényeg fog elveszni. Na most, ez egy olyan forrás, ami kis körpályán mozog, és közben kiárad. És ezért létrehoz egy ilyen aszimmetrikus, furcsa világot, mert ő közben körpályán mozog, és látod, hogy nem egyformák a körök között a távolságok, mert ő mozog. Tehát itt már egy Doppler hatás lép föl, úgy hívják ezt a hangba. Ismeri minek a Doppler hatást? Mentél már országúton? Gyalog. És elmegy melletted egy motor, és akkor azt hallod, hogy és mélyebb hangon megy elfele, mint ahogy jött. Az azért van, mert amikor elfele megy, akkor már ritkább a hullám, mert közben mozog el tőled, hozzá ritkábban érnek oda a hanghullámai, mint amikor közeledik, amikor még hozzáadódott az ő hangjához a sebessége és az felé közeledő sebessége. Ugyanez a fénynél is van, a csillagászok is ismerik, ez a kék és vörös eltolódás. Tehát, hogy amikor feléd jön, akkor kék lesz, amikor elfele megy tőled, akkor meg vörös. És ez egy nagyon lényeges dolog, mert ez az egész világegyetem működésében nyilvánvalóan ott van. Mutatok nektek egy ilyen fénymagot, hogy milyen hullámteret hagy hátra. Na, ez aztán egy nagyon érdekes hullámtér. Ez a teremtő, itt nem téridőről van szó, hanem maga a teremtő halad és közben forog. A kiáradó hullámtér forog. És a forgás miatt egy ilyen csavart kúpot hoz létre. Meg tudom nektek mutatni, a néprajzunkban van ilyen vázánk. Bizonyám, van ilyen vázánk. Ez azt jelenti, hogy
ez a váza a tudást hordozza. És ez a váza még szakrális is olyan értelemben, hogyha te ebbe beleteszel valamit, vizet, akármit, akkor a teremtővel hozod rezonanciába. És azt, ha nincs gyógyszered, és megiszod, akkor javulni fog a helyzetet, képzeld el. Ez nem kerül semmibe, hát vizet öntem egy kancsóba, nem kerül semmibe. Nem tudom, de lehet csináltatni. Hogy hol lehet venni, azt nem tudom, de lehet csináltatni, mert azt senki nem gátolja meg, hogy miért csináltassunk. Mutatok nektek egy ilyen vázat, jó, hogyha már beszéltem róla, akkor már megmutatom, már nehogy véletlenül ne megértsétek, hogy miről van szó, mert ígéret szép szó, megtartják úgy jó. Na majd ezt most mindjárt meglátjuk, na nem. Itt a gravitációs távcsővel, így néz ki, itt szétszedve, le van szedve a teteje, az a fekete itt a szögmérő, ez meg a vezérlőegység itt. És egy webkamerával nézem, ez annak a webkamerának a képe. És azt mondja meg valaki, hogy ez a gabonakör mit ábrázol? Ez egy gabonakör. Jól figyelje, jobban figyelje. Ugye ez nem, ez a gabonakör, amiben egyetlen darab kör sincs, mert mind hatszög. Már kezdjük ezzel. Úgy van, bizony, a beavatott, hogy tudja, kiterített oktaide. Kiterített oktaide. Nézd meg, 8 háromszög van benne, ha összehajtogatnád, ebből egy oktaidet lehetne összehajtogatni. Bizony, bizony. Kiterített oktaide. Aztán még van benne üzenet, de most azzal nem fárasztalak, de azért vannak érdekességek, mondjuk ez vajon mit ábrázol? A téridőt. És ez a néprajzunkban, mennyasszonyládáinkon, a kopjafáinkon, és mindenhol ott van. De ez egy gabonakör, ez láthatóan elég nagy ez a dolog. Úgyhogy, hogy ezt hogy taposták le a vicces diákok, azt még nem igazán értem, de az a helyzet, hogy és ez mit ábrázol? Nem tajom. A csigaház jó, az az egyik metszete a csigaháznak. A másik egy spirál, amit mutattam, ez a másik metszete, és az ezoterikus dolgok között ez megtalálható. Tehát meg lehet találni ezt a jelet. Egyfajta energiajel, ezt meg lehet találni. Ez valóban az, maga az energia, tehát az, aki azt mondja, az nem buta, az a buta, aki nem érti. Tehát itt kezdődnek az érdekesség. Aztán itt van, beszéltem az olasz gravitációs távcsőről, a Virgóról, itt van a Szántóföldeken a gravitációs távcső. Azóta még itt, idáig megépült, itt van egy ilyen házikó, idáig megépült, itt még nincs kész. Itt épülés közben van, és még nincs kész. Aztán mit akartam még nektek nagyon megmutatni? A vázát. Az V betűnél lesz, az a legvégén lesz. Valóban. Ez egy néprajzi valami. Azt is lehet tudni, ugye beszéltünk arról, hogy ha óramutató járásával egy ellenkező irányban megyek föl ezen a spirálon, mint ezen a vázán, akkor az női. És ha jobban megnézed, akkor a tetején, a kis kutricában, ott, ami van, az a kis házikó, abban ott ül egy királynő koronával a fején, és hát királynőnek két cicije is van, lehet látni, ezen a képen már látszik, hogy két, szóval ez a táj-táj. Mert hogy a kínaiak, ugye, amit mondtam, hogy a domborzatot úgy mondják, hogy táj. Nem nagyon hasonlít a magyarhoz. A nagyságos asszony, azt meg úgy mondják, hogy táj-táj. Hát, két domborzat. Ez se hasonlít. Szóval, hogy mondjam, a csirke meg csí. Tehát érdemes ezzel foglalkozni azért, mert a tudást innen visszaszerezhetjük. A kínaiak sem értik. De tőlük szerezték a tudásukat, és most vissza lehet tőlük szerezni a maradékokat. Mert még az nagyon sok.
mert megértjük a világnak egy ilyen pici részét, bont ki egy csomót. Tehát akkor elindul kifelé az agyadba minden. Ilyen minaretek vannak, mondjuk az Elmildia, meg még csomó ilyen minaret van, Szamarában például van egy ilyen minaret, pontosabban több ilyen minaret is van, vannak benne jobbosak, és vannak benne balosak is. A jobbosak a férfi piramisok, ami óra irányba megy föl, és ami óra ellenkezőleg forogva megy föl, az pedig a női, a balos. Egyik sem rossz, hozzáteszem. Nem rossz, mert a világ kétféle elemből áll, a jobbos és a balos elemekből, és ha egyiket kiveszed, a másik is eltűnik. Tehát ezek csak ilyen görcsölések, ilyen jön a gonosz, jön a csúnya bácsi, jön a ezek ilyen görcsölések, amit az emberek fenyegetésére találtak ide. Szóval ez nem arról szól ez az egész. Ufók meg nem, nincsenek, hát azok sosem voltak. Ez ilyen lámpaernyő, érted? Szóval ez lámpaernyő, szóval mondjuk ilyeneket. Ez micsoda, ki tudja megmondani. Ez a kustartom persze, de mi ez? Ki tudná megmondani? Tűz vagy víz? Az bizony. És miért ilyen hülye ciráda van rajta? Tehát ilyen kicsit rosszul vágott az ollója, vagy miért van ilyen kicsit szabálytalan ciráda rajta? Azt ki tudja. A létezési hullámok modulációi vannak rajta, bizony. És a létezési hullámok modulációja az maga az információ. A minden tudás van rajta, képzeld el. Csak az egy ilyen helyzetperturbációs modulációval van rajta, amit úgy hívnak tudományosan, hogy Heisenberg-féle határozatlanság. Tehát minden elektron, minden egyes elektron az egész világegyetem összes tudását hordozza. De úgy fér rá! Érted? Beletuszkolták abba a pici helybe. Na, hogy fér rá? Na, nem fér bele egy ilyen picike, hát nem fér rá egy pontba, nem fér bele minden. Érdekes, hogy a Védák könyvében olvasok ilyet, hogy a legkisebb szikrámban ott él, hal, kavarog az egész univerzum. Mondja a teremtő. Hogy van ez? A legkisebb szikrámban az egész univerzum. Hogy? Hát gondold végig. Hány helyen létezik egy pont a valóságban? Annyi helyen létezik, ahány kiáradásban benne van. Ahány kiáradás van, ide a máshol van, de annyi helyen létezik. És ezért egy végtelen információt tárolhatok el egy ilyen pici kis pont felhőcskével. Ez az n-dimenziós pont a matematikában, tessék utána nézni egy picit, és meg lesz ez. És ez az a perturbációs matematika, akit a Dirac elkezdett feszegetni, csak nem fejezett be. Tehát dinamikus perturbációval lehet megcsinálni a számítástechnikának a csúcsát. Azért érdemes vele foglalkozni. Tudnék olyan számítógépet lehet csinálni, ami végtelen sok információt tud eltárolni, és végtelen gyorsan számol. Hát azért ezzel picit érdemes foglalkozni. És ráadásul semmit sem kell eltárolni, ott van-e a minden tudás? Hát minden elektron ott van, akkor rá kéne jönni, hogy hogy lehet azt onnan kiolvasni. Tehát ezzel kéne munkálkodni. Na most az a probléma, hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belelépni. De miért? Mert egy másodperc töredéke múlva az már teljesen másik folyó. Mert az összes atom kicserődött benne, és ez ezért nem lehet belépni. Nem azért, mert elfolyt, mert az együgyű azt mondja, hát persze, mert elfolyt. Hát mondom, igen. Csak az a baj, hogy az összes atom, ami elfolyt, az már tök másik atom, mint ami odajött a lábadhoz. Mert közben az összes atom eltűnt a létezésből, és újra előtűnt a létezésből. Tehát az már nem ugyanaz a folyó. Az információról ne is beszéljünk, mert az mindig folyamatosan az egész univerzum éppen oda aktuálisan odaérkező hullámai mutatja. Hát ez ugyanolyan, mint a rádiót, hogy hasonlatot mondja. Az antennádon rajta van, mit tudom én, 50 rádió adónak a hulláma egyszerre. Van egy ilyen kis rezgőkör hangoló vacsam benne, amivel rá tudsz állni az állomásra. Van, ahol nyomógombokkal lehet ráállni, van, ahol sokféle módszer. A lényeg az, hogy ráállsz az állomásra, akkor csak a Kossuthot hallod, a Petőfit hallod, vagy akármelyik rádiót hallod, amit szeretsz. És attól még az összes többi ott van.
Tehát lehetne olyan rádiót csinálni, amin egyszerre szól az összes adó? Persze, sima ügy. Csak akkor már nem tudjuk élvezni. Hát miközben Bach szólna, közben valami hülye össze-vissza beszélne, hát az zavaró lenne, igen. És közben még a másik tamtam zene lenne, a harmadik szemben tusztus zene lenne, bolondokáza lenne. Tehát el kell választani, hogy csak egy valamit halljál, hogy az élvezni is tudja. Pedig ugyanazon az egy vacak antennál jön. És benne van mind. Sőt, nem csak azok vannak benne, hanem még azok is, amire a rádiót vételre nem is alkalmas. Az is rajta van még. Tehát rajta vannak a hosszú hullámú, a mit tudom, a ultra, meg mit tudom, milyen mikrohullámú, minden rajta van. Csak azt már a vevőt nem veszi, mert arra nem csináltak bele vevő részt. De lehet bele tenni olyat is, és akkor azt is veszi, ezt is veszi, azt is veszi. Bizony. Na most itt is arról van szó, hogy folyamatosan érik a pontot az információk, a hullámok, amik elérik, azok ide-oda imbolyogtatják, mint amikor bedobsz a Balatonba egy dugót, és össze-vissza bucskázik a dugó a vízbe, ahogy a Balaton hullámai lődösik. És két egyforma pozíciót nem fog fölvenni. Soha. Az mindig másképp fogja csinálni. Tehát az soha nem fogja megismételni magát. Ha látszólag azt látod, hogy így ring, akkor se. Tehát figyelmesebben megnézed, akkor az soha nem fogja megismételni ugyanazt a mozdulatot. Persze, mert mindig másféle hullámok érik el, másféle viselkedést is produkálnak. Na ilyen az univerzum, és ilyen az éter. Ez az ötödik elem, amiről keveset lehet hallani, inkább fikázást lehet hallani róla, hogy hülye, aki ilyennel foglalkozik. Na ezt az étert tettem én láthatóvá, és úgy egyébként az a Virgo nevezetű távcső, amit az előbb mutattam a réten, a mezőn, a szántóföldek között, az 3 kilométeres nagyám, tehát egy ilyen csík, az 3 kilométer, az messze voltam ott Olaszországban, és mellette, és az a lényeg, hogy ez a hatalmas nagy távcső, ez is átlát a Földön, hát mit gondolsz, mi a hegy felé néz, akkor az azt jelenti, hogy az hegyen is így átlát, mint ahogy se lenne a hegy. Hát az én távcsőröm is átlát, én még nézegettem a napot, még Izland irányából láttam a napot, de Izland az már így lefele van nálunk, érted, a Földön keresztül. Már így lefele van, és a távcső, mert egész hát 25 fokig lehet fordítani, aztán már nem lehet, mert már beleütközik a dobozába, de 25 fokig le tudom fordítani, és még Izland irányában látom a napot. Hihetetlen. A Földön keresztül. Fantasztikus. Tehát van egy csomó olyan dolgunk, ami mellett elmegyünk. Ez mi? Rajta járunk. Rajta járunk, a beképzelt idióta nem veszi észre, hogy ezzel Nobel-díjat kaphatna, ha lenne csöpeszek. Mi ez? Na mit gondoltok? Hol láttunk ilyet? Az önmagában visszaforduló forrás, igen, és hol látja meg magát? Ez a pelikának jó. A vérével eteti a kicsinyeit, bizony. És hol látja meg magát? Látszik rajta a képen. Hát nézd ide. Itt van ő, ugye ez a hátrahagyott múltja, ami itt még nagy, aztán ahogy ő rohan a csúcsa felé egyre kisebb. És nézd meg, ő itt van, itt megérinti a saját múltját, belement. Látszik, hogy belement. És nézd meg, milyen érdekes. Ott jelenik meg magának. Abba a fehér pacnival áll mindenit. És ez vajon mire? Mi lehet? Nézd csak oda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na mi lehet ez? És egy hiányzik, ha figyelsz itt. Ott a szára van ennek a világnak. De, ugye? Az aszimetria. Tehát ott van egy aszimetria. A 7 meg a 800. Ja, a fénykvantumra ez a mondásunk még megvan. Nézd meg, hogy 7 szirma van ennek, 7 fekete szirma van ennek a virágnak, és a 8. szirma helyén nincs virágszirma. De valami nagy dolgot sugalmaz ez nekünk. Ki veszi észre ez a kép? Mi a nagy duranás benne?
Ez egy szőnyegről lett készült, ezt a Tamás barátom fényképezte Törökországba egy szőnyegen, miután már tudta, hogy mit kell egy szőnyegen lefényképezni. Írt is egy nagyon jó könyvet, szőnyegbecsüs volt a bizományinál. És nagyon ért a szőnyegekhez. És ugye, mint szőnyegbecsüs, meg felvásárló, meg mit tudom, kereskedő, ő kavart Kínába, Isztambulba, mindenhol, és nagyon, nagyon élvezi ezt a dolgot, hogy ő érti ezeket a motivumokat. De nézd csak oda! Mit lehet ezen észrevenni, ami más, amit észre kellene venni? Amit nem vettetek észre, csak néztek, mint a lóamozgény. Ez az. Tehát kétféle ilyen figura van, látod? Ebbe kék a közepe, és őnek itt fekete a feje, itt meg fehér a feje, látod? Tehát másmilyen, de enne a motivum tökre ugyanaz. Csak más színekkel. Ez a kétféle fény. Van egy másik féle fény. A fekete fény. Ú, de nagy tudás ez, gyerekek. Ezt most kezdjük csak szagolgatni, a sötét anyag, a sötét fény. Ezt most kezdjük szagolgatni még csak. És ez rajta van évszázadok óta, rajta jár az emberiség, ezeken a szőnyegeken. Térdig járhat a tudásban, akkor se jön rá. Mert azt mondtam, hogy az Isten úgy ravaszkodik, hogy tedd ki az emberek elé, sose fogják megtalálni. A természetükből fakad, hogy nem veszi észre a lényeget. Az ember természetükből fakad. Hiába teszed elé a jót, nem kell. Amíg adjál egy gyerek, ha szereted a magkezdjét? Kérsz egy kis magkezdjét? Nem kell. Nincs is olyan, ne féljék. De mi a lényeg? Ez a lényeg, pont. Reflexből azt mondja, hogy nem szeretem. Lehet, hogy nagyon jó dolgot adnék neki magkezdi néven, de neki ez nem kell, mert nem tudja, mi az. Erre van szó. Ez a lényeg az egészben. Tényleg ez a lényeg az egészben. Az emberek ilyenek. Tehát öregnek is ilyenek, nem csak gyereknek. Tehát most mit tudom én, elmegy a magyar turista, mit tudom én, a tengerpartra, ott is pörköltet a karendinokedivel. Mert hülye. Hát a kollégáimmal mentem, érted? Hát nem tudom meg, hogy mit összevergődtek a kollégáim. Hát ma fejemet fogta Olaszországban, olyan jó kaják voltak. Hát azok ott mit össze-vissza vergődtek, majd csak rögtön. Na hülye vagy te? Itt drága pénzét tízszeres áron megveszedok meg, olcsó pénzét meg lehetett megkóstolhatod, nem kell, mert egy lüke vagy, mert neked a pörkölt a nokedlival az egyetlen, amit ismersz, aztán csak azt mered megeszni. Hát ezzel... Aha, azt mondja, hogy a táboranyag üzeni keresztelőt, légy szíves, hirdesd ki keresztelőt. Tehát holnap a zsinagógában a keresztelő lesz, tényleg, komolyan, nem viccelek, és ilyen este 7 óra felé tudunk csak bemenni, és akkor utána ott lesz a keresztelő, meg még a tábor búcsúztató, meg ez, még ilyenek. Úgyhogy ott lesz a keresztelő, ha esküvő is lesz, tehát mint pap, meg összeadlak én téged, szóval nem probléma, és aki nincs megkeresztelkedve, öreg, fiatal, tök mindegy nekem, a 18 év alattiaknak, azoknak kell legalább egy kereszt szülő. Nem kell, hogy keresztény legyen, úgy megkeresztelek, csak úgy csörök. Úgyhogy előtte felszenteljük a zsinagógát is, úgyhogy no probléma. Én tőlem az is jöhet nyugodtan. Legfeljebb lesz még egy neved, nem probléma az sem. Az jó lehet, mert nem tudnak rád átkot csinálni, mert ahhoz minden nevet kellene. Hát ha nem vagy ilyen humán süsű, hogy az első alkalommal mindenkinek elmeséled az új nevedet, akkor megvéd téged. Tehát ezt ki lehet találni. Jó? És holnap este keresztelő van a zsinagógában, mert hogy ezt már holnap 6 órakor át kell, hogy adjuk ezt a műrödés jázat, mert itt meg lakodalom lesz a hétvégén. És kértek minket, és ez így. Délbe. Már délbe átadjuk? Ajj.
Nem így. Én 6 óráról tudok. 6 óráról tudok én is. És arra is akarom kérni a fiatalokat, hogy maradjanak itt előtt, után már székeket, minden vissza kell pakolnunk, úgy kell átadnunk, ahogy átvettük. Egymás tetejére kell rakni a székeket, nem egy nagy dráma, hát mindenki megfogja a sajátját, azt ráteszi a következő tetejére, hát az semmi. Az körülbelül 3 perc alatt az egész összes széket így el lehet takarítani, ez nem jelent probléma. Egy kérdés, hogy elkezdtem a napistent, egy látszatot, hogyha nem mondtál többet róla, csak az, hogy nem a nap. Igen, mondom, tehát elkezdtem a napistent, de nem fejeztem be, van még egy negyed órán részletesen el lehet mondani. Ez a napistennek is a működési elve, amit itt lehet látni. Tudnék, ugyanezen az elven működik az összes fénykvantum. A napisten is. Pontosabban ez a napszerán. A napszerán, a nem szeráf, szerán. A szer az a hely, az án az meg a felső ég. Tehát a szerán az azt jelenti, hogy felső égi hely. Azt mondtam nektek, hogy a téridő maga a hely. Tehát addig, ameddig nincs téridő, nincs is hely. A hely csak akkor keletkezik, amikor keletkezik a téridő. Akkor keletkezhet benne anyag, lélek, energia, bármi. Addig nem. Tehát először az egész univerzumban vannak a teremtők, akkor még nincs hely, akkor a teremtők megfelelő találkozásából ki tud alakulni a téridő, vagyis hogy a hely, és ebben a gömbszerűen terjedő csigaházszerű furcsa téridőben tudnak létrejönni a részecskék, az anyag, a lelkek és minden. És minden, mindenhez szükséges, mert ha kilépek a téridőből, mi történik? Szépen minden, tehát ha kilépek a téridőből, akkor abban a pillanatban nagy baj van, mert az összes atomomnak és fénykvantumomnak, tehát a bennem lévő melegnek és mindennek az energiája, abban a fénynek minden eltűnik. Mert téridő nélkül ez a geometria, ami bennem van, a ruhámban, a testemben, a bármelyik részemben, vagy a bennem lévő fény mennyiségben, az úgy tűnik el, mint a sose lett volna. Puty, nincs tovább. Szétesik. Tudni, ő úgy született, hogy benne a téridőben. A téridő csak a megfelelő téridő csavarodásban képes fönnmaradni. Úgy mondod el, hogy van egy ilyen nagy rolni papíron, mint a nyomdában, amit ilyen nagy burigákat használnak, azt talán láttatok már. Ilyen nagy, bazd nagy burigák. Az olyan szépen van összetekerve, hogy egy síkban van a vége mindenhol. Nem ilyen szedetvedettől néz ki, hanem nagyon precízen össze van tekerve. Annak a végére fogok egy filztollal, ráírok neked valamit. Utána nagyon precízen áttekerem az egészet, és nem tud elolvasni. Miért? Rajta van. Látsz ilyen pippötyöket rajta, de már elolvasni nem tudod. Mert hogy ott kezdődik a probléma, hogy az a rajzpapír, amire rárajzoltam, az egy csavarodott papír volt, és az oldalára rajzoltam, nem magára a papírra, és kész. Ahogy átcsavarom, megszűnik. Ha visszacsavarom, megint a helyre, megint megjelenik az álom. Na hát ez a lényeg a téridőnek is. Ami benne keletkezik, ahhoz már ő szükséges. Tehát ott már nem lehet jópofizni, mert ott már nincs téridő. A nagy távolságú űrhajózásnak, az UFO-k űrhajózásának is az a titka, hogy ilyen nagyon bonyolult rétegezett téridő van, 16 párhuzamos univerzum van, és a 16 párhuzamos univerzumból mi 11-et fogunk csak elérni, jó ideig, még az is nagy dolog lesz, ha már elérjük, mert az azt jelenti, hogy akkor 11-szer annyi univerzumot ismerhetünk meg, mint amennyi most kis töredékben már az ismeretünkben benne van. Tehát egy fantasztikus dolog lesz, arról nem is beszélve, hogy igen nagy távolságokra, akár 100 fényévekre is el tudunk menni, és ott is meg tudjuk nézni, hogy milyen a világ. Fantasztikus lehetőség. De ehhez gondolkodni kell. Nem veszélytelen a játék. Azt mondta, hogy ideugrunk, odaugrunk, hát nem veszélytelen a játék. 20 elindult űrhajóból legfeljebb 19 szokott megérkezni. Tehát nem veszélytelen a játék. Még fejlett technikákkal is előfordul ilyen. Egy rossz ugrást csinál, nincs másik lehetőség. Egy rossz ugrást csinál, és annyi volt, eltűnt. Ennyi volt, eltűnt a létezés. Tehát nem veszélytelen ez az űrhajózás se. Miért azt hiszed, hogy ez az űrhajózás veszélytelen? Ajaj. Tehát te itt, neked fogalmad nincs a veszélyekről. Hát ilyen, tele van ilyen mindenféle űrszarral, szeméttel.
kidobálnak ilyen szaros kukát az űrhajóból. Most egyszer csak jön lefelé, és a másik űrhajót oldalba vágja. Dying! Úgy kilukasztja az oldalát, mint a fene. Most vége van. Ennyi volt az űrhajósoknak. Nem veszélytelen. Elég egy csavart elejt. Szerel van, elejt egy csavart. Az is kering a föld körül, tovább kering. És akkor egyszer csak egy másik szintre érve, szép lassan lassul, lejjebb kerül, ott is kering egy másik ilyen űrállomás, vagy űrhajó, egyszer csak belemegy, azt annyi. Kilukasztja, itt bemegy, ott meg kimegy. Hú, nagyon durva tud az lenni. Hát ez az űrhajózás is nagyon veszélyes, hát nem nagyon beszélnek. Tehát mondjuk a kezdeti űrhajózás, nem mondjuk az Apollo 1, arról tudjuk, hogy bennégett az állványon, az Apollo 11 meg már fölment a Holdra. Az közte? Közte 10, vagy 9. Gyereke. Hát amikor a Gagarin is az elsőről jósolt, emlékszem, akkor be voltak rendelve apám is az újság, hogy benne kellene várni, mert ő majd a hírügynökség közöl valamit. Aztán nem közöl, csak 24 óra múlva, mert az első űrhajós a annyi volt, nem sikerült. Igen. Szerintem a Gagarin valójában a második volt. Igen, de ő is papírból olvasta fel, amit látott a világban. Szóval a Vöröstéren láttam, hogy papírból olvasta fel, jelentett is papírból olvasta fel. Majdnem olyan volt, mint a mi hadügyminiszterünk annak idején, a Cinege. Aki ilyen kis vékony papírcsikra volt, neki leírva, hogy mit akar mondani. Egy mondat volt. Hát azért, hát ez majdnem olyan okos volt, olyan lángelme volt, mint az, amelyik a Kecskeméti repülőtéren hasra esett a múltkor a részegségtől. Ugye? Láthattuk a tévében. Szekeres, ott majdnem hasra bukott a fali, azért olyan részeg volt, hogy alig állt a lábán. Most ott kellett neki beszédet mondani, amikor átvették ezeket a szutyok repülőket. Jó. Hát persze. De ezek is csak krumplipuskák. Szóval ezzel sem lehet mit kezdeni. Visszatérve a téridőre, mert ezt kérdezted. A téridőről elég sok mindent tudunk a Szentlélekről. Így néz ki a szerkezete. Pontosabban ez egy séma, ami a működését mutatja. A kék színű karikák ott a közepén, három is van ilyen, azok a királylányok a várban, ez a gyémánt vár. A vallásokban, a keleti vallásokban ezt talán hallottátok, hogy a minden teljesítő tiszta gyémánt, de az nem más, mint a Szentlélek. Nem más, mint a Szentlélek. Ez a gyémánt alak, ez az Oktaéger. Azt is vedd észre, hogy ez a piramis. Tehát a piramis, lefele is egy nagy piramis. Ez az érdekes. Őrült nagy tudás, és az a lefele is piramisban is van valami, még ajaj. Lementek oda ilyen hősök meg hősnők, a végén ilyen vasajtóval lezárták, mert majd 11-en ott hagyták a fogukat. Hát addig hókusz-pókusz voltak, még sikerült nekik valamit elindítani. Ilyen mágia handa bandáztak. De tudják, hogy kell elindítani, valahol láttak egy varázsigét, elmondjuk, elmondták. Elmondták, de megállítani nem tudja. Úgyhogy jött ilyen handa-banda-bunda, sziasztok. És onnan már reggelre holta hozták ki őket. Mind. Aztán ez előfordult néhányszor, aztán utána most már egy vasajtóval lezárták az egészet oda, most már nem menjetek le, mert ilyen ezoterikus handa-bandázók lementek oda. Az volt, amelyiknek sikerült valamit csinálni, de nem igen érte túl. Tudnék, nem veszélytelen egy ilyen rendszer, ameddig nem hiszed el, addig mindent kipróbálsz, és azt mondod, hogy hát nem veszélyes. Mint amikor belenéz a kóboly a benzines hordóba egy gyufával, hogy van-e benne. Szóval nem látszik veszélyesnek, miért? Hát egy üres hordó. Hát kicsit meglősz, valami legyen benne, de hát számít is az. Belenéz, bum, ennyi volt. De most ez azért érdekes, ez a K pont, ez azért érdekes, mert ezen keresztül lehet átmenni a térből a két hipertérbe. Ez egy közös pont, szóval ez nem utcasarkit jelent ez esetben, hanem azt jelenti, hogy egy közös pont a téridőknek. Egyébként ilyen gyémántok nincsenek a valóságban, ez egyben van az egész, csak azért van itt széthúzva, hogy ez érthető legyen. És az az alapelve, hogy oldalt ugrik, átlót ugrik, tehát ide megy az egyes pontra, a királylányon keresztül átmegy a kettes pontra, akkor oldalt ugrik, átmegy a hármas pontra,
a királylányon keresztül átmegy a 4-es pontra, aztán átmegy az 5-ös pontra, a királylányon keresztül visszamegy a K pontra. Szerintem ilyen folyamat van, és ez a fénykvantumban is megvan, csak kockával. A fénykvantum a duálisa a térkvantumnak, és ott kockákkal kell gondolkodni. Ott sincs kocka, szóval, mint hogy a térben sincs oktaéder. Nincsenek ilyen kristályok, majd ezt felejtsd el, az nincsen. Viszont a térkvantumokkal rezgő kristályokban bizony-bizony gyakori az oktaéder is, meg a kocka is. Mondjuk a pirintben gyakori a kocka, a gyémánt meg igen gyakran, mondjuk a jakutiai gyémánt igen gyakran ilyen oktaéder alakú kristályokat csinál. Jó drágák azok a kristályok már, és igazából, hát drágán adják, mert az csak szén. A gyémánt az csak szintiszta szén, nincs abban semmi. Alig különbözik a grafittól, csak milliószor annyira adják. Hát persze, de egy ilyen grafit szerkát viszonylag olcsó meg tudsz venni. De vegyél meg egy ekkora gyémántot. És akkor rájössz, hogy mi a különbség. Tehát ez a napisten, amit most itt mutatok. Ez a napszerám. És a napszerám működése, és nagyon érdekes volt, megkérdeztem, nem a mi napszerámunkat kérdeztem meg, hanem az Algolnak a szerányát, hát az egy 100 fény évre van, annak a szerányát kérdeztem meg, hogy milyennek látod te saját magadat. És azt mondta, hogy azt látom, hogy mintha egy csiga lépcsőn mennék magam előtt, és magam mögött is élődnék. Ez az, tűnik nem egy forrást lépked ezen az úton, hanem öt. És az öt forrás, a hatodik hely mindig üres, nem jut ötről a hatra. Higgyétek el, hogy a tudás mindegyik ötök fejben ott van, a legnagyobb elvarázsló tudás is ott van a fejetekben, mert a nagyanyáink, akiket lemagonásoztak, lehűjéztek, mit tudom én sosem, azok nagyon okosak voltak még. Ez mára egyre fogy. De szeretném a mai nagyanyák is nagyon okosak lennének, és az unokáknak ezt elmondani. Mert még azt ugye, amit mondtunk példát, hogy nem mindegy, hogy a rántást erre kavarod, vagy erre. A nagyanyád rászól, hogy ne arra kavard a rántást. Miért? Nem mindegy, ne. Az egyik esetben gyomorgas, az a másiket, meg mindenki nagyon fogja az ételed ízét élvezni, és azt mondja, hogy milyen jó főzöm. Igen, igen, ezek fontos dolgok, csak azt hiszik, hogy hát ez mindegy. A lázadás mindig van, a tinédzserek is mindig lázadnak, csak azért is arra keverik, aztán hány egy nagyot. Két személyes jótványtál, jó asszony módra. Persze. Látod, hogy eljutott, jó? Imádom. Tehát nagyon sok minden van, gyönyörű ilyen szőnyegminták vannak, látszik, hogy benne van egy kisebb, itt egy kicsit már elművészkedte, mert az aztán a büdös életben nem fog magába belemenni, ugye, mert ez egy ilyen spirálba ment, és ezért nem jutott bele magába. Ez is egy ilyen sose létezett tufa, ez a Vénusz. Most a Vénuszt látod, ha nem, akkor tévedtem. Ez mégis ufó. Azt mondták, hogy nincs, ufók nincsenek. Hát nincsenek, jó van. Te tudod. Itt a múltkor ugye a Tuliásznak az útját elmondtuk, ezt már mutattam nektek, a Tuliász egy ilyen hun utazó volt, aki körbejárta Japánt, Indiát, Uruk, aztán elment végig Afrikát, megkerülte Madagaszkárt, Fogföldet, és elment a mai Kanári-szigetek, aztán utána megkerülte az Atlantisnak a elmocsarasodott maradékát, ez már a jégkorszak után, a jégkorszak legvégén volt, és aztán elment Viszkájába, és a Viszkájából elment Rigába. Tehát körbejárta az akkor ismert körüljárható földet. Fantasztikus utat tesz meg, de hát erről még egy szót sem írtak az okosok. Pedig ez egy megtörtént utazás volt. Ez is a napszerámnak az ábrázolása. Itt már lehet látni a rétegezett téridőnek a szerkezetét egy kicsit, ez egy gabonakör. Azt láthatod ugye, hogy egy, itt ugrás van, kettő, itt egy ugrás van, három, ugrás van, négy, megint egy ugrás, öt, ugrás, hat. Arról beszéltünk, hogy egy hatos szimmetriát ad ki a téridő. Igen, ezt tanítja nekünk egy földön kívüli. Ami azért nagy dolog, hogy idáig eljutott, aztán így is megpróbálja elmondani nekünk a hatos szimmetriát, szóval
sokféleképpen megpróbálják elmondani, és ez is a napszeránt tanítja. Hihetetlen módon ott vannak a dolgok, hát aztán van ilyen is. Vicces diákok, milyen viccesek? 440 kör. Elindult a csillagászati program, a manikülőt kértem volna. Hát de érdekes. Elindult a csillagászati program. Nem kértem tőle, komolyan, nem is volt, nem is tudtam volna kérni. Elindult. Valamit akar, nem tudom mit akar, majd mindjárt fölteszi. Nem én indítottam el, ezért csodálkozom rajta. Hát az a kép volt föltéve, a képre rákattintottam, erre bejött a csillagászati programom. Azt mondja a csillagászati programom, hogy most a Szaturnusz és a Mars fönt van az égen, délnyugaton, itt a Mars, és itt a Szaturnusz. Amúgykor, akkor jó volt az idő, kivittük a távcsövet és megnéztük a Szaturnusz meg a Marsot, nagyon jó volt. És akkor már legalább megnézem, hogy a Jupiter mikor jön fel. A Plutó fönn van, de azt az én távcsövemben nem lehet látni, mert ahhoz ez gyér. De majd mindjárt megnézem, hogyha leveszem róla a Óbudát, mert ez a gravitációs távcsövemnek a mérő programja. Azért van rajta egy ilyen furcsa hálózat. A Neptunusz, Uranusz, Hold, Jupiter, hát a Jupitert nem látjuk, az lent van. Az valahol ott a 50 lent, jó mélyen, ezt nem lehet még látni, az a föld túloldaláról látszik. A nap előtt kell fel hajnalba, most hajnalcsillag a Vénusz, azt lehet látni, hogy hajnalcsillag a Vénusz, mert a naptól jobbra van az égen, akkor hajnalcsillag, és amikor a napot megkerül és a túloldalon van, akkor meg esti csillag. Tehát az a legfényesebb, de nem is csillag ugye, hanem bolygó. És a Jupiter együtt van most a Vénusszal. Teljesen önálló életet kezdett élni a csillagászati programon. Nem tudom, hogy miért. Lehet valami vírus segít. Tessék? Valami vírus segít. Nem tudom. De érdekes életet él. Ez azért érdekes, mert meg tudom nektek mutatni, hogy milyen kilátás van a háztetőnkről. Majd kicsit előre visszam az időt. Itt már látszik, és akkor meg tudom mutatni a panorámát. Ez látszik tőlünk Óbudán. Ugye jó? Ez az ablakból a kilátás, nagyon szeretem. Ez egy iskola velem szemben, ide jártak a fiaim. Ezek új házak, amik épültek. Ez az én háztetőm, én csináltam ezt a pirosos tetőt. Az ablakot is beleértve, mindent, az üveget nem mindjárt tudtam. És pont a kéményem irányában van. Ez a gravitációs távcsövemnek a mérő programja, tehát én innen tudom, hogyha arra mérek, akkor milyen objektum van még az utamban. Nem zavarnak ezek az objektumok, csak azért tudom, hogy merre áll a távcső. A Merkur az este a nap után nyugszik le, lehet látni, a nap után kell föl, de este a nap után nyugszik le. És akkor talán este lehet látni, kora este a Merkurt, alacsonyan lehet csak látni, ahogy lement a nap, utána egy fél órát lehet látni a Merkurt, aztán lemegy a nap után, kész. Mert a Merkur közel kerül a naphoz. 89 nap alatt kerül meg a naphoz, tehát nagyon közel van. Annyi egy év a Merkur. Nagyon érdekes, hogy elindult, nem tudom, hogy miért, mert mondom, nem megértem. De most ezt akartam majd nektek megmutatni, tehát ezen láthatóan igen bonyolult ábra van, na most ilyet az éjszaka leple alatt, aki tapos, annak az MK előtt teszek egy szívességet. Fényes nappal. Fényes nappal, kinyalom a fenekét, aki ezt megcsinálja a sötétben. Ilyen precízen. Ne, gyerekek, felejtsük el ezeket a maraságokat. Hát, ha az apróságról nem beszél, de levegőből kell valakinek irányítva és kimérni a köröket. Hát nézd meg, hogy ez milyen precíz. Nézd meg már, hogy ez milyen precíz. Ilyet nem lehet viccelni. Most ezek tulajdonképpen mennyit készülnek el, nem fogod elhívni. 10 másodperc. 10 másodperc. Komolyan. Ilyen két ilyen fénygömb megy, ilyen fénylő valami, szonda. Nem űrhajó, az nem UFO, hanem csak egy ilyen szonda, ilyen valami speciális bolond földön kívüli szonda,
Így megy a gabonatábla fölött, így csinál, egyszer, kétszer, azt el is megy. Ott van az ábla. Kinyomtatja neked a gabonatáblára, hihetetlen. Pillanatok alatt oda nyomtatja. Nagyon érdekes volt, mert annak idején a Friderikus bejött egy műsorba, hogy átvertük, mert mi, átvertek minket, ugye milyen jó és hülyék vagyunk, és mit tudom én. És mert ugye Székesfehérváron a diákok láttak egy gabonakört, lefényképezték, aztán Photoshoppal belemásolták a gabonát oda, mint amíg nem lenne gabonakör. Megvan nekem a kép, meg tudom mutatni. Amivel be akartak engem húzni a csőbe. Mert a Friderikusnak az egyik ember elhozta nekem. Hogy engem biztos ez érdekel, nekem mondja. És mi volt az érdekes? Mert annyira nem szerette a Friderikuszt. És az volt az érdekes, hogy rá egy évre a születésnapom, ez a születésnapom környékén történt ez a gabonakörös dolgtörténet, rá egy évre a születésnapomon letettek egy gabonakört. Előtte egy héttel megismételte a Friderikusz a filmet, és utána is volt róla a film, mert hogy akkor letettek egy gabonakört, amiben három szálonként így össze volt sodorva. Az inget a tornacipővel taposták a diákot. És így befonták a gabonát, 1000 négyzetméteren, hát az semmi. Azt figyelj, hát akkor a területen 1000 négyzetméter, 30-40 méter átmérő, hát ez nem is annyi, tudod, ez mekkora? Egy ilyen csík 14 méter. Aztán nézd meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hát, ha 10-zel számoljuk, akkor az 140 méter átmérőjű ez a minta. Hát nagy. Ezek nagyok. Nem kicsikék, ezek borzasztó nagyok. Ez a lényege, hogy ezekben a mintákban, hát most mit mondott el a napszeránk, mondja el, hogy egy spirális teret kelt. Hát mondjuk ezt ki lehet belőle hozni gondolatilag. Aztán elmondja a tűzelemet, elmond egy csomó mindent, és középen a királynak. Tehát állati érdekesek vannak, ezeket leadják. Itt van az az ezoterikus ábra, amiről beszéltem az előbb. Tehát ez volt az a gabonakörbe, amit leadtak. Ilyen volt a mi első szerkesztésünk a spirálgömbről, a téridő belső eleméről. Egy ilyen csigaházszerű téridő forma. Sokat lehetne még erről mesélni. A tűzelem ott van a koronánkon egyértelműen, és 64 alman van, mert 64 dimenzió van. Most volt itt a táborban a koronaőr parancsnoka itt a táborba lejött, és hozott egy örömhírt, megvan a koronának a két hátsó képe. A háromból kettő megvan. Nagyon jó hír. És az van a képen, amit én már 15 éve magyarázok. Mert a Kisfaludy családban ez terjedt, hogy ott mi volt. Mi együtt jöttünk be Árpádon. Ma akkor nemesek voltunk, amikor itt még semmi nem volt. A nemes az nem azt jelenti, hogy egy földes úr, aki kiigazza a jobbágyokat, de elhoz. Tudod, a nemes először ment a csatába előre. Nem az volt divat, hogy előre, hanem az volt, hogy utána. Tudod, ez mekkora különbség? Óriási különbség. Hát az elsőnek a te fejedet csapják szét ekkora vasbukkóval. Hát ugye nem úgy van ám az, hogy elmegyünk a csatába, aztán mutogatunk előre fel a kis katonának, hogy menjen arra. Most ez a divat. Akkor a király legelől ment a csatába. Nem voltak azok gyávák ám, nehogy szűk. Csak hogy most ez elváltozott, új világ van. Hogy mondjam, én már nem nagyon szeretem. Tehát nincs benne semmi klasszikus romantika, hanem ilyen más farkával verik a csalánt, én azt nem szeretem. Tehát, ha én valamit fölvállalok, megcsinálom, odaadom neked, kész. És az rendben van. De az nincs rendben, hogy ígérgetek neked össze-vissza, azt nincs. Nem teljesen. Tessék, parancsolj! Azt szeretném megkérdezni, hogy az előbb mutattad azt, amikor a napszeránál volt ez a kép. Ha van egy olyan kép, hogy ellentétesen van a spiráloknak a karja, az mit jelent? Ha antiteret jelent. A tér és az antitér egymás tükörképe, mind a kettő egyszerre létezik. Az a kalamona.
a Kalamona is gyémánt vár valakik, a Kalamonának is van királylánya várába, az minden vestimmel, csak ellenkezőleg forog a kacsalábon forgó vár. Vajon miért kacsázik a vár? Miért kacsalábon forog? Mi az, ami kacsázik, ami egy kicsit aszimmetrikus? Hát oda-vissza bélleg, nem? Hát egy luk mindig van, ugye arról beszéltünk, hát gyerekek. Annyira jól benne van a népmesékben, minden el van mondva, imádom az ősapáimat, nagyon pontosan megmutatja, lefestette, kirakta, hogy melyik a fiú irány. Na melyik? Óra irányba megyünk fölfele. Itt van, ez egy középkori festményen rajta van, a Jézuska tanítja az okosokat, a tetején van. Ugye hol van? A csúcsán van a Tahionnak, mert ott van az Isten. Érted? A Teremtő ott van a legesleg tetején, a csúcsán, és ez mindent tud, és el, az mindegy, hogy biológiailag ez egy öreg ember, amikor én mindent tudok. Bármit megkérdezhetsz, és megválaszolom. Érted? Tehát ez szimbolizálja, és ez benne a lényeg. Fantasztikus. Tehát amikor a templomba tanítja a bölcseket, a papokat. És itt egyúttal megsúgja, hogy ez a fiú irány. És megsúgja a dőlészszöget, a Teremtőnek a dőlészszögét. Itt van a festményen, rajzol, csinál egy érintőt rá, és megvan a szög. Hihetetlen, ott van előtted, azért mondom, ott van előtt, nincs ez eldugva. Csak ez a probléma, hogy elmennek mellett, hát ez csak olyan vizelje, ez csak egy festmény, ez csak egy, elmennek a lényeg mellett, mindenki. Most néhány ilyen bolond kutató, mint én, meg még néhány bolond kutató, mert megy el. És elkezd rajta gondolkodni, mi a rossz franc karika van ezen a hülye rajzon. Mi is van ezen a rajzon? Tetszakkoát, persze, de mi van ezen a rajzon? Jobban figyeld meg. Mit látsz rajta? Most már úgyis végeznünk kell, mert egy 10. Mit látsz rajta? Egy szöget, az a sebességet jelenti. Akkor belül van, belül benne, itt ez a muki, ez egy férfi, mert szakálla van, tehát ez valami férfi, aki ráadásul itt a lába közül pottyan kifelé egy olyan fej, ami a saját nyakához van visszaláncolva, nem veszed észre? Ez az önmagában visszafordulást mutatja. Nem látszik? Nem látszik tőlem? Hát olyan furcsán izétek, mint a ilyen... autóverseny lenne, vagy így csinálnak. Aranyosnak vagy. Nem látszik tőle, mert menjük arra. Na, tehát ez a teremtő, aki a téridőt, jelenti, benne lévő ez a hat karú, hát a hat végtagja van, és csak meg négy keze van, meg két lába, az összesen hat. Az a téridő. És hogy az elvet is elmondja, itt a lába közé berakott egy fejet, ami egy lánccal a feje tetejére vissza van láncolva. Tehát önmagához van visszaláncolva. És ezt a maják, ezek a buta maják rajzolták, ezek a buták, mint a fele, hát ezek feketék, sötétek, egyik lett tényleg. Nem az a hülye, aki lesz olyan? De igen. De sokkal többet tud tértechnológiával ez a butának gondolt maja, mint az összes amerikai fizikus egyik éve. Hoppá! Ez gyakran így szokott lenni. Hát ez gyakran így szokott lenni, hogy az udvari bolonddal mondatja meg az Isten a frankot. Komolyan, ez gyakran megcsinálja, nagyképű emberekkel gyakran megcsinálja. Udvari bolond, az megmondhatja az igazat, és az udvari bolond, vagy a serpa, megmondja a frankot, és utána ezt már leszolták ezerszer, és utána hoppá, ez lesz az igazság. Akkor ezek a nagy arcok mind elsomfordálnak, ám csendesen. Ó, persze. Nyitőnk írták róla, hogy egyetemet belülről se láttam soha. De tanítok egyetemet. Na ez a különbség. Érted? Tehát, hogy a nagy arc az maga alá akar mindenkit gyűrni. Az le akarja taposni, maga akarja alá gyűrni, leszólni, hogy ez egy senki házi, én vagyok az okos, te vagy a hülye, így működik. Na most ezek azok, akik nem tudják, hogy 220 van a konnektorban. Vagy 240, na. Tehát
egészen buta emberek nagy arccal rohangálnak. Sajnos ez egy ilyen világ, és ezzel nem lehet segíteni, nem is kell. Nem is kell, senkit sem kell meggyőzni. Mondjon, amit akar. Azt adni. Akkor már nézzük meg a fénykvantumnak a térkvantummal való rezonanciáját még búcsúzóul, hogy ez két tetraéder, és ezek éppen egymásból kivágnak egy oktaédert. Ez egy nagyon pici ábra, csak itt nagyon nagyra van kinagyítva, de az látszik azért rajta a lényege. Ugye ez egy kocka, ha jobban megnézed. Mert fölül is egy négyzet van, meg alul is egy négyzet van, hát az egy kocka. És itt kivágnak egymásból mégis egy oktaédert, ami a tér. Tehát úgy tud a fénykvantum térrezonanciával lenni, hogy a tér is benne van, szerepel benne, mint geometria. Egymásnak a geometriai duálisai. Igen. Tessék? Hát én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, még a tér és a hipertérnek a szerkezetét is megmutatom nektek. Így váltakozik a téridő és a hipertér és a tér egymás között. Ez nem ilyen gyorsan csinálja, hanem sokkal gyorsabban. Ez őrül gyorsan csinálja, és ezt minden háziasszony ismeri. Igazam? Norvég minta. Minden háziasszony ismeri. Tehát a nők is jó időfizikusok, és ennek mi örülünk. Mert inkább a nők őrizték meg az igazat, mint a nagyképű férfiak. Bizony. Tehát én ezért nagyon-nagyon dicsérem a nőket, mert megőrizték. Lehet, hogy már nem tudják, hogy mit őriznek, de legalább megőrizték, ez a lényeg. És most már tudják. Vagy elmondjuk nekik, hogy tudják, és attól kezdve minden rendben lesz. Érthető lesz. És felfogható lesz. A télidő egy ilyen hullámtér, ami így terjed kifelé. Nagyon-nagyon sok mondani való van még, de ez mai előadásban már nem fér bele. A négy ős elemet átvettük, a tűz, víz, levegő, föld, ez a spirális a levegő, a földelem meg nem más, mint az anyag. Az összes anyag az a földelem. Na egyedül azt akarja, azt, amit gondolnak. Mert a föld, a virágföld, az atomokból állt át az anyag. De hát egyedül az, amit akarja. A levegő nem az, a víz nem az, a tűz nem az. Tehát azok, ez mind az összes, az időnek a különböző megnyilvánulásait akarja. Köszönöm szépen a figyelmeteket!